pillanatai. Első pillanatban kiszúrta, hogy nincs rajtam a jegygyűrű. Megpecsételte a sorsomat, a hétvége hangulatát. És mindent egyébként. Ugyanis én leraktam ezt a jegygyűrűt, és úgy, ahogy van, azzal a szent áhítattal én elmentem haza. Nem mindig kezet fogtok, amikor hazaérsz is meg. Nem, mindig be kell dugnom az ujjam, mindig be kell dugnom a postaládába az ujjacskámat, hogy beengedjen a házba, igen, ahol bedobják csak a levelet. Igen, és a fehér a kis kezecském, akkor beenged. Most nézzük az anyajegyet is. Igen, te vagy bejött. Szóval mondjátok meg nekem egyébként, hogy tényleg mi van a női agyakban? Azt a galamajkát, azt a veszekedést, hogy én miért nem hagyom el a fejemet. De tudod, nem mondta el. Azt a ramazuri tesó. Akkor mondd el, hogy idegesít, hogy levettem. Nem, az nem. Az idegesít, hogy mennyire trehány vagy. A fejedet nem hagyod el. És végig ment, tudod, az a kicsi cinkelés úgy, hogy egyébként én tudtam, hogy az idegesít, hogy lemertem venni a jegyet. Nem, elárulom neked, hogy nem az idegesít, akkor hogy te levetted. És tökre igaza van a Vikinek, mert te a házasság szentségét, amit megkötöttetek, és tök igazad van, Viki. Úristen, azzal... Jani, gyere, beszélem kevele, te vagy az egyetlen barátom ebben a történetben. Na, csak meg! Tudod miért? Azért, te, mert a visszarakása, a nem vagyunk hülyék, a visszarakása a gyűrűnek számodra nem volt fontos. De azért nem volt fontos, mert hadszó főhívott, hogy legyek otthon, én meg beültem a kocsi. Tessék, el lett volna vinni. Mondjad, szerelmem, kicsim, drágám, életem, egyetem élet. Mondjad? Rendetlen vagy, az van. Rohadt rendetlen. De, nem, úgy szeretem, hogy ne bántsál. Is rendetlen volt. Nem, nem lehet levenni egy rohadt gyűrűt, nem, egy edzés, és véletlenül ott hagyni. Hogy bántsz vele így? Gyerekek, most mondjátok azt, hogy vicceltek egy kicsit, nem, és egyébként Bali, veled vagyunk, férfiak vagyunk, marad még egy kicsi vér a pucánkban. nem vagyunk, én komolyan mondom, nem lehet ezt a gyűrűt levenni. Mi van a nő gondolkodásom, és arra gondoltam már, mentem haza, rájöttem, hogy nincs rajtam a gyűrű, és az jutott eszembe, hogy veszek valami kamu gyűrűt. Veszek valami, amire nem veszi észre, vagy próbálok otthon valami régi extől valamilyen félbizsút megtalálni. Csak azért, mert tudtam, hogy a női gondolkodás nem normális. Még az a Pest elásott volna a kert végében. Figyelj, én most levette volna a gyűrűt, és azt mondta volna, hogy jogá hagyta. Tessék? Megint van. Nem is neked tűnt fel, hanem a tetszőnek. Hogy ott hagytad? Te észre se vetted, hogy nincs rajtad a gyűrű. Hatszor felhívott edzés után, hogy legyek már otthon. Tudsz akkor a gyűrűre figyelni? Felhívott az edzőbe. Tűnt fel. Igen. Hallod, basszus, rászorul. Megint itt van. Szeretlek, kicsim, minden úgy lesz, ahogy szeretnéd, és azt ígérem, hogy mindent úgy fogom csinálni ezek után. Felhívj a küszöbre az ajtó elé. De most két választásom van. Vagy úgy megyek haza, hogy otthon hagytam a jegygyűrűmet. Vagy megpróbálom átlinkelni a hétvégét, mindig csak a bal kezemet mozgatom. A jobb kezemet furán eltúgom a hátam mögé mindig. Ha keringőzni akarnál, vagy... Az eltén. Miért állsz ilyen furcsán? Beállt a hátam, és vakarom. Képzeld, mi van, akkor a csaj az edző. Na, akkor mi van? Hát már akkor megtalálta a Brigi, vagy a Kati, vagy a Juli. Azt nála gondolt, van a jegygyűrű. Azt gondolod, hogy lett volna a második edzés. Szerintem már valószínűleg egy mappája van otthon. Egy dossziéja van már az edződről. Tehát a kiderült az volna. Tuti. Mindig így veszem fel. Szia, Attila! Igen, Attila. Szia, Attila! Ja, az felejtsd el. Komolyan, fia, hazajön a Viki jegygyűrű nélkül. Igen? Észre se veszed. Na ez a baj, hogy te észre se veszed. Mondjad, kicsim! Mondjad! Figyelj, jön, hallgass, milyen áldott egy asszony. Mondjad, szerelem. Tessék? Én vagyok a hibás, hogy te el. Nem azt mondtam, hogy te vagy a hibás, azt mondtam, tökéletes vagy. Nem. Fölhívlak. Igen, igen. Hogy van egy találkozó. Így volt, drágám. Így van. És te nem voltál otthon. Nem, én nem. Szegény férfi, ott már. Kér, bocsánatot tőle most. Most elnézést kérek. Amit mondani akarok. Hazajönne a Viki. Hazajönne a Viki jegygyűrű nélkül. Ti kibarulnátok? Hát, hogyha a Viki haza megy. Ja, jó, úgy értem, hogy akkor a ti párhatok. Én nem bánnám annyira. Jó, Mónika hazajönne. Egyszer cserélhetünk. Azért rohadékok vagytok, hogy ebben most nem védtetek meg. Egy kicsit azért hoztam be ezt a sztorit, hogy meggyőzzétek Vikit. Nyugi, Viki, ez ebben semmi káros nincsen meg. Engem sokkolt, hogy beszállt egy angyal. Ez itt a Morning Show. Morning Show.
Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Na, nem tudom, hallottátok-e? Biztos hallottátok, mert nagyon jól informáltak vagytok, hogy hétvégén lesz a koffein ünnepe. Hát ezt még nem hallottam. Igen? De lassan mindennek van ünnepe. Hétvégén megünnepeljük a hétvégét, hétvégének lesz hétvége ünnepe. A koffein ünnepe lesz hétvégén, ami arról szól, hogy rengeteg olyan rendezvény lesz, ahol hát te igazából egy ilyen multikulturális ünnep keretein belül megünnepelheted a koffeint. Akkor és ez az nem a koffein által okozott örömöket nyilván. Aha, akkor ez nem egy ilyen spontán ünnep, ami annak a felmérésnek szól, amit nemrégiben egy Egyesült Államokban végeztek egy tudós csoport, akik kijelentették, hogy a koffeinek már pedig semmiféle hatással nincsen a szívre, olyan tekintetben, hogy nem jár semmiféle szívbetegséggel, bármennyit ihatsz belőle. Nyilván ezt a vizsgálatot különböző kávéforgalmazó cégek szponzorál. De rossz ígyalunk. Ugyanazt a hírt neki. El tudod olvasni többféleképpen. Napi egy csésze kávéval 100 évig él. Napi két csésze kávéval 20 éve korábban meghalsz. Nem tudod már, hogy mi az igazság igazából. Égyomorra iszod a kávét, epeköved lesz. Ihatod égyomorra, nem árt, jót tesz az agynak. Nem tudod már, hogy mi az igazság. Itt minden esetre nem csak a kávéról van szó, hanem minden, ami ugye koffein tartalmaz, a teáktól elkezdve, a csokoládén keresztül lehet ünnepelni. Ünnep, nem kávé. Ez a koffein ünnep. Így van, ahogy mondtam már egy pár szor. De már új kávén leragadtam, ne haragudj, nem teázom, mondom. Koffein ünnep. Na, és ezért nekünk vendégünk van itt a stúdióban, aki volt már nálunk néhány évvel ezelőtt, és azt a beszélgetést is nagyon szerettük. Tóth Zoltán barista. Hello Zoli, jó reggelt kívánunk, ciao. Jó reggelt. Valaki nem tudja, mit jelent a barista, az azt várt, hogy azt mondta, hogy na, ugye te voltál nálunk néhány évvel ezelőtt, és szenzációs dolgokat hoztál akkor magaddal, és most is éppen érkeztél valahonnan. Úgy van, Svédországból. Mit csináltál Svédországban? Egy kis szakmai túrán voltam kint főnökömmel, egy kis továbbképzésen, kis eszmecserén. A híres svéd kávé ültetvények. Trópusi vidéket, igen, abszolút. A későn érő svéd kávé. Sokan meglepődnek ilyenkor, hogy Svédországban kávé? Hát hogy? Hát nem is értem, hogy Svédországból hogy jöhet jó minőségű kávé. De akkor jöhet. Van rá magyarázat. Természetesen nem ott terem, tehát nem ott termesztik, ugye a trópusi vidékeket szereti maga a kávécserje, a trópusi éghajlatot, de Svédországban van az egyik leghíresebb pörkölő mester, akitől viszont abszolút prémium minőségű kávékat és teákat hoztunk és forgalmazunk. Pörkölő mester? Tehát el kell hozzá menni egy ilyen templomszerű építménybe. Ózon pörkölzen. Ózon pörkölzen. Nagyon hideg van, és ott van még haja menjen innen, és porhó hess innen, és akkor meg tudod látogatni a nagyszentélyben az öreg pörkölőmestert, aki hát, megjelenik neked egyszer csak. Nem is pontosan így, de valami ilyesmi, igen, van egy nagyon szép kis koncepciós üzletük, ahol lehet kóstolgatni, tesztelgetni, kávét inni, meg venni. Megvan a protokoll, nem nézhetsz rá, csak térdre csúszva mehetsz. Hátat nem fordíthatsz neki. És talán ennyire nem szigorú gondolom. Az öreg is megjelenik, vagy csak a termékeit tudod megkóstolni, vagy ott van ő is? Megjelen van, igen? Persze, természetesen. És mitől ennyire penge? Elég régóta foglalkozik ezzel a területtel, ugye mondhatjuk, sokan nem tudják. Sokan nem tudják, de kávéfogyasztási szinten a svédek, vagy mondanám inkább úgy, hogy az északi népek, a finnek, a svédek, a norvégok abszolút a top. Tehát ez a, ha perfőre lebontanám, nagyon szakmaiba, akkor ilyen 12 kiló perfő kiló kávé egy évben, amit elfogyasztanak. Ez hazai viszonylatban ilyen 1 és 2 kiló közé tehető, tehát jóval több az a mennyiség és minőség, amit ők isznak. Már hosszú és sötét a tél valahogy évben. Részben. Részben. Bizony, az északi népek, a svédek, a finnek, a dánok, norvégok és a bangladesiek. Igen. Na most, ha a kávéra szűkítjük, ígyuk, ne ígyuk, mert tényleg egy napon belül két teljesen egymásnak ellentmondó hírt is el tud olvasni az ember, attól függ, hogy hogy keresel rá. Na most lepődök meg majd, hogy azt mondja, hogy egy baristától ilyet kérdezni. Igen, gyerekek, hát nehogy megígyátok ezt a lőtjet. Kimenj erre a fesztiválra a hétvégén, és kérne egy koffeinmentes kávét, az kell. Igen. Akkor úgy kérdezem, hogy oké, ha isszuk, akkor mennyit? Tehát van egy ilyen, és fel valaki húzva lápavasra, és egy tábla lenne, egy koffeinmentes kávét kér. Ott lógna. Én mindig azt szoktam mondani, talán legegyszerűbben, hogy érthető legyen, egy átlagos szervezetre levetítve, az napi bevihető koffein mennyiség, az körülbelül 2 és 300 mg között van. Amit ha ki akarok fejteni kávéban, vagy teában, vagy nekünk, igen, sokat segít, akkor azt mondom, hogy egy normál presszó kávéban, nyilván típustól és készítéstől függ, de egy ilyen 40-60 mg-nyi koffein van. Akkor lehet osztani, szorozni, hogy hú, az felszorzom, akkor az 4, 5, 6 kávé egy nap. Meg vagyok.
Ja, még be, még határérzékenyebb vagyok. De, mert én egy duplával indítok reggel. Az, akkor jó vagyok. Talán fontos megemlíteni, hogy ugye rengeteg más dologban van koffein. Üti-üti italban, energiaitalban, csokoládéban, kakaóban, teában, amit napi szinten fogyasztunk emellé. Ha megvan az a napi 4-5 kávé, plusz még iszunk egy kis üdítőt, egy kis kakaót, akkor viszont besokalhatunk koffeinből, ami nem annyira kellemes a szervezetnek. Mi történik? Hát ugye tipikus koffein mérgezés, kézremegés, fejfájás, szédülést, rosszul romlik a látás, tehát előjönnek nekem szokott jelenni, ez a koffein mérgezés? Vagy, ez benne van, igen. Nekem szokott jelenni, de úgy, hogy éjgyomorra megiszom az első kávémat, és a lehető legrosszabb. Igen? Bár tudom, nagyon sokan isszák ide, éjgyomorra nem szabad, nem ajánlják a koffein fogyasztást. Sőt, azt mondanám, hogy bár ezt sok ember nem érzi, úgy gondolom, de miután fölébredünk, elindul a mellékvesünknek egy ilyen, vagy a mellékvesünknek egy olyan anyagot termel, amit úgy hívnak, hogy klorizol, ami azért felelős a szervezetünkben, hogy éberséget okozzon, szépen lassan fölébressze minket. Ez egy másfél-két órás történet, ami után lenne ajánlott maga a kávéfogyasztás, mert ha fölébredek és iszom egy kávét, akkor semlegesíti ennek a klorizolnak a hatását, tehát igazából nem történik semmi. Másfél két órát hagynék magamnak, hogy fölébredek, itt 8-ig nem történne semmi. Na, hát ez esetben így olyan. Hát nagyjából ennyi lenne. Tehát ezt nagyon sokan nem így gondolják, én úgy gondolom, sőt a legtöbb embernél ébredés után azonnal egy finom kávé, hogy meglegyen a kis napi szokás és a teendők elinduljanak, de hivatalosan nem ajánlott ébredés után kávét fogyasztani. És meg egy ébredés után egy órával, mert én itt iszom meg az első egy másfél óra, igen, az már jobb, lényegesen, igen. Ezért igen. Vagy ilyen jól látok. Otthon nem kávézom, csak amikor bejövök, igen. Akkor eltelik egy órát, ti is itt iszátok meg az elsőt, nem? Igen. A reggel gyümölcslével indítjuk. A napot, vagy valamilyen zöldséglével. Jó, vagy egy jó teával, ugye ez, tehát változhat, sok mindenben van koffein, nem csak a kávé, csak ugye agyban dől el mindig, én úgy gondolom, sok minden, és ez már egy bevett szokás, hogy hú, a reggeli kávé az kötelező, és aki dohányzik mellé, még esetleg egy szál cigaretta, vagy nem, kinek hogy esik jól. De jól hangzik ez, ugye? A régi szép idők, ugye? Hogy mennyire hiányzik. Nagyon rossz, senki ne csinálja, a legjobb volt az életemben, ahogy fölkeltem, én te azonnal tudtam ezt csinálni. Maradt a Zabkex, a mandarin, a puffasztott részszelet. Most a kávéról le ne beszélj. Nem, arról nem. Hát látom, mit reggelizel. Hát veled vagyok. Veled vagyok. Na, mi az, amit hoztál, vagy mi van nál? Én hoztam egy svédországi pörkölőmester, akikkel együtt dolgozunk, ugye én csak így érdekesébként, mert tudom, neveket nem lehet említeni, de egy nagyon szép kis szaküzletet egyengetek a budai oldalon szakmai szinten, és egyik fő termékünk az egy... az ő terméke, nem tudom, hogy az ő nevét lehet-e mondani, a svédországi pörkölőmesternek a nevét. Az embernek a nevét nyugodtan, persze. Johan ten Lindström néven szalad, ez a tipikus svéd név, kimondhatatlan és megegyezhetetlen, és az ő termékeiből hoztam egy-két illatmintát, vagy bemutató mintát, hogy mégis hogy gondolja ő magát a csomagolást, és magát azt, ami benne van. Azt adom nektek, hogy illatozzátok meg. Csak azért, hogy egy ilyen kis aromazáró szelep, hogyha megnyomjátok a magát a csomagolást, ja, akkor ott jön majd az illat, mint a... Csak azért, hogy megértsük, hogy mennyire nagy különbség van egy commerce kávé, meg egy normális kávé pörkölése között. El tudod mondani a folyamatot, hogy egy commerce kávé, hogy pörkölődik, meg mondjuk egy ilyen... Hát lebutítva, lesarkítva, igen, commerce szinten, tehát értjük azt, hogy nagy mennyiségben elkezdenek pörkölni, sok nevektől függetlenül sok olyan kávés cég van, akik beállítanak egy bizonyos időt és hőmérsékletet, és amikor ez kész van, akkor kiveszik a pörkölőből a kávét, és azt mondják, hogy oké, mehet, csomagoljuk, és már azonnal mehet is a piacra. Nála pedig az a különbség, hogy eleve már minőségi kávéval dolgozik, tehát megkeresi azokat a kis farmokat, akár Nicaraguában, akár Brazíliában, bárhol a világon, akik tényleg pici és prémium termékeket állítanak elő, kávékat, és tőlük vásárol direktbe. És a pörkölésnél pedig játszik a hőmérséklettel és az idővel, hogy minél több dolgot csalogasson elő a kávéból. Egy-egy kávé cserje, az meddig kell nevelgetni, beszélni hozzá, öntözni, amíg abból valóban leszedhető kávé. Az első 4-5 évben nem történik semmi, csak növekedik, utána kezdik el. Köszönöm, is hallgat a nevét. Úgy van. Utána virágzik és elkezd termést hozni. Tehát az első 5-6 évtől lesz izgalmas a történet. Tudsz mondani kilónkénti árkülönbségeket, hogy akármi egy extra, ami nagyon durva, egy nem tudom, egy nicaraguai piacon?
van, és mi az, ami olcsónak számít? Csak ugye ez, hogy milyen különbségek van? Nyers kávé szint. Elmegy az ember egy piacra, elkezd alkudozni egy jobb minőségű kávéra. Ugyan a kilója átszámítva forintra mennyibe kerül? Hát, ha most visszakérdeznék, hogy szerinted mennyi lehet egy kiló nyers kávé Nicaraguában közvetlenül termelőtől, ha én oda megyek, mint turista, és szeretnék venni? Mondjuk 20 dollár, 10 dollár. Mondjuk 20 dollár. Hát igen. Tehát onnantól mire ideér, gondolom. Addigra lesz drága. Igen, mire ideér, mire becsomagolják, mire az előállítások is végigmegy minden olyan eljáráson, hogy ez már piacra kerüljön, addigra megúdik az ára szépen. Ez, hogy bocsánat, hogy megkérdezem, csak tényleg térjünk fontos dolgokra is rá, hogy Johan Nyström, ez ugye szabad fordításban azt jelenti, hogy Nyströmtől Janinak, nem? Kimondottan, igen, neked kőte abszolút, igen, kérdezte is. Nagyon fontos kérdés volt, nagyon fontos kérdés volt. És akkor innentől kezdve, ez ha elkerül egy profi felhasználóhoz, mondjuk hozzád, akkor látom, te még ilyen kis külön kis csészébe elkezded magadnak ott szépen megőrölni, tehát ilyen kis... Hoztam az egy ilyen kis őrlőt, egy ilyen kis házilag is használható. Csak látom egyre többet. Igen, mert egy egyszerű és nagyon jó kis történet, én úgy gondolom, könnyen kezelhető, és tényleg ez otthon, hogyan darálja a kávét, sokszor kérdés mostanában, egy-két éve ugye elindult ez a, hál' Istennek, egy kicsit a fejlődés a kávé kultúrának, és egyre többen keresik azt, hogy hogyan tudnak otthon jó minőségű kávét előállítani, darálni, és a többi. És most egy elektromos őrlővel rendelkező kávégép, és az nem olyan jó. Van különbség? Igen, mert ez a kéziőrlés, ez nem egy picit ilyen... Fölmelegszik a tengely, érted? Az elektromosban fölmelegszik a tengely, és a súrlódás miatt tovább pörkölődik a kávé. Na, hát állj rövidebb időre. Igen. Nem tudod? Nem tudod, hát az egy bizonyos idő egy kávénál. Felmelegszik a tengely. Felmelegszik a tengely, és a súrlódás miatt is tovább pörkölő a kávét. Én ennél meg így szépen lassan. Viszont minden étterem tulajdonos kedvenc része a kávében, semmi nincs akkor asszom, mint a kávén. Ugye? Hát, ugye? Hát, most azért mondjuk meg őszintén, egy csésze 600. Hát, ugye? Azért, mert bekerülési költség 40 forint. Most ezért képzeljél már el egy kávézót, ahol mondjuk ilyen kézi örlővel 30 darab presszó kávét, hogy csak egy alkalmazott, csak a kávén egyáltalán. A jó örlő az viszont nem melegszik. Az nem melegszik? Ha te megkóstolsz egy kávét, egyébként megmondod, hogy az honnan van nagyjából? Nagyjából. Tehát igen? Igen. Úgy gondolom, ez nagyon sok év tapasztalat, tesztelés, kóstolás, mire az ember rá tud tapintani arra, hogy igen, ez erről és erről a területről származik, de azért vannak fő pontok, fő területek, ahonnan fölismerhetők a kávék azonnal. És ti baristák ugyanúgy beszéltek egy kávéról, mint a borászok, amikor megkóstol, és azt mondta, hogy a déli lejtő, az érkező fahéj, a finom becsengető szegfűszeg, és a jobb hátulról jövő finom epermála, illetve a fanyarszeder, és az őszi nap sütés, figyelj, elképesztő. És én tudom, hogy érzi, mert én láttam ilyen borászokat, és én elhiszem neki. Tehát, hogy te ugyanúgy kicsit cupogsz, és utána elmondod. Azt mondom, hogy vannak ilyen szakmai túrák, ahol lehet így komolyan kávékat kóstolni és tesztelni, és véleményt cserélni, ha nem is megyünk bele ennyire, de azért sok minden felfedezhető valójában, és ezért is volt jó az a kis túra most, mert számos olyan új dolgot tanultunk, és tapasztaltunk, ami valóban képviseli magát a kávét, ha az ember ügyesen pörköli. A kolumbiai szvatosok fegyverolajának az illatát, hogy a kávécserék között bolyonganak, miközben valójában kokacserjéket keresnek. Így van. Pablo Escobar. És mi ez a nyilván macskáknak készülő sporteszköz, amit beosztál magaddal, egy ilyen kis mini párhuzamos korlát? Igen, és Svédországban eléggé sokat isznak kávét, részben azért, mert sokáig sötét van egy bizonyos időszakban, részben azért, mert hideg van, de őt nem annyira a presszó kávé kultúra jellemző, bár az is tökéletesen működik, hanem ezek a csöpögtetett, áztatott kávék inkább. És amit hoztam, az egy ilyen kis eszköz, aminek segítségével, ha ide alá teszünk egy poharat, és a felső részben durvára őrölt kávét teszünk, lelocsoljuk vízzel, fontos, hogy milyen hőmérsékletű vízzel hányszor, akkor az pár perc alatt lecsöpög ide nekem, mint egy gyönyörű kis kávé. És az ilyen kávék, amiket hoztam, ezek tökéletesen alkalmasok ehhez az ízvilághoz, mert hogy világos pörkölésűek is tele vannak ízzel, aromával. Még egy olaszos pörkölésű kávé, csak hogy érthető legyen, keserű elsőre kóstolva, azt mondják a legtöbben, úristen, ez keserű, kell hozzá két cukor, vagy két pötyi, meg egy kicsi tej. Igen. Hogy jó legyen. Ezekhez nem, mert egy ízbomba alapból. Nálad ez abszolút árulás? Tehát, hogy kérnek két édesítőt, egy pici tejszín bele, mert hogy én így ízom a kávét, tehát, hogy én mindig azt mondom, hogy ahogy jól esik, persze nem akarok senkit megváltoztatni.
de érdemes letesztelni, megkóstolni azt a variációt, amit ajánlom, és te ajánlok, és természetesen utána ihatod úgy, ahogy szereted. De kollégák előtt nem csinálsz ilyet, hogy ilyen édesítő meg te, hiszen ahogy Balázs is vázolt, meg különben és a hétvégén valószínűleg a kávé lovagok rendje előtt a nagymester letépi majd a válrojtja így a tésé, kívül. Igen, tudod, az a tejszép, az a nyomós, tehát az a konzerv. Kész van egy éve. A kávét megölni, tudod, nyomós. Igen. Úgy gondolom, sokan azért ízták a kávét tejjel és cukorral, mert hogy nem ízlik nekik az íze, mert keserű. Ez a nagyobb, erre a szívemben látsz konkrétan. És vannak nagyon szép, tényleg finom kávék, amikhez nem kell tej vagy cukor, mert élvezhető anélkül is. Ez idő, mire az ember ezt megszokja, úgy gondolom, de mindenki, ahogy szereti, úgy fogyasztja a kávét, sok, és amilyet szeret. Na most mondtad, hogy tudunk beszélni egy kicsit a teákról is. Azt olvastam egyszer, hogy azok a teák, azok a filteres teák, amit általában nagy bevásárló központokban nem tudom itt kapni, az igazából minőségileg szinte a legalja, és hogy a magyar lakosság nagy része ilyen típusú filteres teákat iszik. Ez valóban így van, hogy ez a filteres teák 90%-a az a legrosszabb minőségű tea, ami benne hát van? Hát inkább úgy mondanám, hogy a tea cserjének az alsó, talán a lényeg talán, hogy a tea cserjénél a felső három levelet használják, három sornyi levelet használják a minőségi szálas teákhoz, őket éri a legtöbbet a napfény, az eső és minden hatás, amitől jó lesz egy tea, és az alsó levelek, amik nem annyira fejlődnek ki, vagy éppen lehullanak, azokból lesz a filteres tea. Ez nem hangzik túl ami jól. Nem, igen, igen, nem annyira minőséget képviseli, bár nem akarok ezzel rosszakat mondani filteres teákról. Más, hogyha az ember összehasonlítja és megkóstolja szintén édesítés, cukor, citrom és méz nélkül, akkor azért óriási különbségek fedezhetőek fel. És kapszulás kávé? Szintén jó. Most már találhatok nagyon jó kapszulás kávék a piacon, de sosem lesz olyan, mint egy frissen őrölt szemes kávé. Na, kóstolunk valamit? Csinálsz nekünk valamit? Nem? Nem? A kezed is járjon azért, ne csak a szád. Nem? Hozzunk forró vizet? Mit hozzunk? Hány fokos vizet hozzunk? Milyen tálba hozzunk azt a vizet? Milyen víz legyen? Illatmintát tudunk most abszolút kóstolgatni. Semmi más, mert hogy itt ma nem fogunk kávézni. Kicsit benne volt, te itt ma nem kávézol. Idehozom mindent, és lenne ez szagolas. Több minden kell hozzá még, hogy ez itt működjön, ezért csak szemléltetni szerettem volna. És illatmintát mutogatni sajnos. Fejben én nekem már jöttek a nicaraguai lejtők, meg a nem tudom én azonnal itt ráálltam már, hogy bármit hazudtunk volna neked, csak csinálj nekünk egy jó kávét. Gyerekek, nagyon jó kávéfőzőnk van azért, azt mondjuk. Nagyon. Meg abszolút finom kávét csinálunk. És akkor azt mondod, hogy egyiket ezzel a csöpögtetős módszerrel simán elő lehet hozni hasonló, vagy legalább olyan szintű ízeket, meg ízkaraktereket, mint mondjuk egy ilyen komoly kávégépen, mint ami nekünk van. Szóval nem kell ilyen nyomás fetisisztának lenni, mert mindig lehet hallani, hogy nem X bár nyomás nem tudsz előállítani a kávéfőzővel, akkor az már nem is kávé. Ugye ez kávéfőzőtől függ. Annak az alapja az összes nagyüzemi kávégépnek, vagy az otthoni gépeknek is, amik karos kávégépek, hogy nagy nyomással préseli át a vizet, a gőzt magán az őrölt kávén. Ettől lesz olyan szép krémes, finom és ízes. Ennél pedig nincsen nyomás, hanem maga a gravitáció, ahogy lecsöpög maga a víz a kávén át, teljesen más ízeket fog kioldani magából az őrölt kávéból. Más az ördési finomság, más lesz az íz. Csak koffein tartalom ennél milyen lesz? Magasabb, mint a presszónál? Igen, hogyha ránézésre azt mondanám, hogy sokkal hígabb, lazább kávét látok, ami úristen, ez egy kávé, másfél deci, viszont koffein tartalomban lényegesen tömörebb, mint egy presszó. Bizony. És az a minőségű kávé, amit mondjuk egy hétköznapi vásárló megvesz, nyilván nem ért hozzá, csak levesz, és az, hogy 100% arabika, az jelent valamit? Vagy ez? Arabika és robuszt, ez mindig a két, ez a fő kérdés, vagy sokat hallani mostanában erről, hogy két fő típus szinte, ami kereskedelmi forgalomban van a világon, az a robusta és az arabika. Nem mondanám semmiképpen a robusztára azt, hogy rossz, más. Magasabb koffein tartalom jellemzi, sokkal keserűbb íz, és ha gyengébb minőségű, akkor sokkal több rossz élettani hatás. Az arabika egy kifinomultabb, sokkal minőségűbb terméket jellemez. Azt, hogy melyik vidékről származik, az pedig az ízét fogja befolyásolni. De ott ugyan, még oda kellene írni, mert az arabika az akkor nagyjából, mint a boroknál a vörösbor, de még nem tudjuk, hogy honnan. Igen. Tehát ez csak egy minőséget jelent tulajdonképpen. Nem olyan magas a koffein tartalma, ezáltal nem terheli meg úgy a szervezetet, nem játszik úgy a vérnyomással, a vérkeringéssel, mint egy robusta, ami igazából össze-vissza szakaszokban halt a szervezetünkre. Gyerekek, akkor
Csak arabika. A vesztek kávét. Csak mondom, hogy... Alapvetően nem a három szempont van. Arabika, robusta és bruttó. Ezeket szoktam általában nézni. Megnézed a bruttó koncept. A kilós kávére megzel. 2099, 1999, 892, 899. Te így nézed. Kötök némi kompromisszumot. Igen, az a baj, azt hiszük mi is. Kompromisszumaidat. De én nincs ezzel. Egy jó kompromisszumot? Csinálj egy kompromisszumot nekem, légy szíves. És a teánál akkor azt mondod, hogy ne filteres. Felejtsük el a filteres teát? Hát érdemes. Szálas tea? Mindenképpen igen, merem javasolni. Nagyon sok szálas teát kóstoltatunk és árulunk az üzletben, és tényleg, aki először kóstol ilyet, és még nem illatozta, vagy nem volt alkalma arra, hogy ebbe belekukkantson ebbe a világba, azt mondja, amikor megkóstolja és megszagolja, hogy úristen, ez fantasztikus, azonnal kérek egyet. Viszont ahhoz nem nagyon passzol, én úgy gondolom, két tasak méz, egy kis cukor, egy én kis citrompótló. A legjobb citrompótló. Szálas fejet teát kérik szépen, és egy doboz citrompótló. Háromszög citrompótló. Ez alapból jó az íze. Picit elveszi az aromát. Igen, fehér tea az nagy divat most, ugye? Nagy divat, igen, már sokan még nem ismerik, hogy mi is az a fehér tea, vagy miért fehér egy tea, miért hívják fehér teának. Ugye talán érdekesébbképp a tea cserjéről a legfelső három levelet használják a szálas teákhoz, a fehér tea pedig maga a rügy, ami még nem nyílt ki, nem zöld, ettől is lesz maga a név, hogy fehér tea, teák császárának, királynak is hívják, a legtöbb jótékony hatással a szervezetre. Na nem volt idejük évben, megvárni, amíg kifejlődik. Igen, egy évben két napot lehet csak szüretelni, és aztán megint kell várni egy kicsit, tehát azt az ember elalszik, akkor bármilyen is, hogy mit kell a pénzt nem tudnék fehér teát termeszteni, szundi üzemmódnak tudod bejelezni. Végig a szezonnak. Oké, jó menő egyébként. Iskoláját megint várunk egy évet. Na, Amerikában is nagy divat most az Ária testvérséggel összeretetve. Igen, ők fekete teát nem nagyon isznak. Igen. Hát jó lett volna valamit kóstolni, de hát akkor marad. Nem mindegy, azért ezért nem kávéztam ma reggel, láttam az adást. Janikám, egy kompromisszumot főzni nekem. Már hiátok kompromisszumot? Ahogy szereted, ugye? Jó, rendben. És akkor legközelebb majd egy lángos sütőt hívunk meg. Csak humorizálunk. Zoli, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Amerikai világsztárokról akarok megosztani veletek egy hírt, ugye tudjuk, hogy ami Amerikából jön, az nagy divat, ők mindig előjárnak mindenben, ha zenéről van szó, filmről van szó, akkor ilyen mérföldekkel leköröznek sokszor mindenkit. Holdra szállás, stb. Csipcsup dolgok. Felsorolnak különböző neveket egy cikkben, Rihanna, Eminem, Gwen Stefani és még sokan mások, akik állítólagosan ugyanahhoz az amerikai masszőrnőhöz járnak. És ebben a masszőrnőben van egy dolog, ami megkülönbözteti őt a többi masszőrtől, méghozzá, hogy máshogy masszíroz. Mit tudhat? Meglepődtek a sztárok azon, és ezt le is nyilatkozták, Dr. Dotnak hívják egyébként a masszőrt. Ő egy masszőrnő, aki úgy masszőröz Kaliforniában. Már nem ez egy, nem egy félrefordítás, a doktor és pont. Nem az mondat vége volt. Doktor Dot. Doktor Pont. Igen. Pici csak az e-mail címemet mondtam. Igen. Nem itt kérdeztem. Doktor Dot. Szóval így hívják. Mindenki hozzájár most állítólag Hollywoodban, és óriási őrület van körülöttem. Ugyanis ő egy 48 éves nő, és úgy masszíroz, hogy közben beleharap a kliensek hátába. Tehát elmész hozzá, hogy te megmasszírozta saját magad, és egyszer csak lapockán harap a nő. Oh. Ott volt nála már Eminem, mondom, Gwen Stefani, Rihanna, nagyon sokan járnak hozzám, és a nő azt mondja magáról, hogy egyébként Frank Zappának volt először szüksége arra, hogy megharapja, mert Zappa kérte, hogy harapja már meg, legyen szíves, és felajánlott ingyen koncertjeit a terapeutának. És a nő rájött, hogy ez a harapásos masszázs, ez baromi jól működik, és elkezdte harapdálni a világsztárokat. Tehát elment hozzá Eminem, levetköztette majdnem messzer erre kisgatyába egy jó masszázs, és egyszer csak lapockán harapta. Szól előre, vagy ez jó. a váratlanság? Hát szerintem azért ezt így tudni lehet. Tehát, hogy valószínűleg ezért is mennek el hozzá. Igen, ezt most már lehet róla tudni. Ő azt mondja, hogy egyébként az anyukája kérte meg először, hogy masszírozza meg, aha, még Frank Zappa előtt, és nem voltak elég erősek a kezei. És akkor az 40-es évek. És akkor az anyukája mondta, hogy nem baj, kislányom, harapj meg. Oh. És a kislány megharapta. És a Zappa is ezt kérte tőle, és rájött, hogy a harapással nagyobb erőt lehet kifejteni, harapdálja a sztárokat.
azon gondolkozom, mi van, ha te úgy mész el hozzá, hogy nem tudod. Hát, azért ez egy érdekes dolog. Hát kiverem a fogát. És egyszer csak belső combó harap. Tehát belső combó harap mondjuk. Azért ez egy érdekes pillanat. Amikor először megharaphattál, mi nem ettétel, ez vagy mondjuk nem tudott róla. Vagy Rihanna, igen, vagy bárki. Megpróbálsz elernyedni, egy picit átadni magadat az élménynek, egy kicsit relaxálni, így megtalálni így a belső nyugalmat, békét, és egyszer csak egy irgalmatlan nagyot beleharap a combodba. Hát az kellemetlen. Igen, azt nyilatkozott ezen, hogy több amerikai bulvárlapban, műsorban is megszólalt. Nevek nélkül mondta, hogy van, aki például mellharapást kér tőle. Tehát már híre ment, járnak a sztárok hozzá haraptatni, mert hogy ez mennyire vérbőséget okoz, és milyen jó, és mennyire felfrissülnek tőle. Fáj egy kicsit, de egyébként nagyon frissít. És megkérdezték, hogy ki milyen harapást szeretne, és mondta, hogy vannak olyan sztárok, akik a mellbimbó és a mellharapását részesítették elő. Ez nem a masszírozás élményért kérném, gondolom, jól néz ki a masszörnő. Nem, van róla kép, nem. De hát figyelj, azért ennek megvannak a maga veszélye, elég, ha csak arra gondolok, hogy mit tudom, például a Feri háta kifakad. Na, egy képzeld ezt a pumpomba. A pumpom, de már akkor késő. A nő még nem tud megszólni. Az egy kicsi rákos fered. Na, de eszembe jutott erről egy dolog. Nem harapsz, add már ide a idegeneket. Kezed, hogy milyen. Most mi, meg akarod harapni? Igen, hogy meg elkezdelek masszírozni már... egy kicsit, csak a karodon. Karodon, és egyszer csak megharaplak. És egyszer csak belém marad. Igen, hogy már... Akkor harap meg a belső combom itt a lágyéktől. Jó, fetíts föl a púl. Ne. Kicsit itt masszíroz meg, és nem harap meg. Dobjunk rá még egy lapot, növeljük a tétet. Na? Téged is megharapjalak? Ja, ne, a világért se keverném bele magamat ebbe a sztoriba. Harapdod csak fel a Balázs. Na, de mi a lap, amit rá akarsz dobni? Figyelj, hát menjél följebb. Azért mondom, hogy hát azért most voltam ilyen cross-training, és a lágyékomban ez a combizom, ez nagyon meg van húzódva. Tehát ezt ott harapok a legjobban. De eszembe jutott az, hogy milyen pillanatokban vagyunk abban az élethelyzetben, amikor elmész, igénybe veszel bármilyen szolgáltatást, vagy elmész egy orvosi vizsgálatra, egy röntgenfelvételre, egy fogorvosi vizsgálatra, egy masszázsra, és nem teljesen azt kapod, amit kértél, vagy valami teljesen más dolog történik váratlanul. Számos ilyen példa van, ugye, amikor te tényleg elmész egy fogorvoshoz, amikor elmész röntgenezni, és nem ahhoz a lábadhoz nyúlnak, amikor nem azt kezdi el a doki neked kezelni, vagy megvizsgálni. Tehát olyan élethelyzeteket keresünk, amikor te igénybe vettél valamit, és nem teljesen az volt, amire te számítottál, nem teljesen azt kaptad, amire te vagy befizettél, vagy vártad, vagy elmondták neked, hogy az jó lesz. Hát nekem volt egy ilyen esetem, egészen konkrétan a fogorvosnál történt, nagyon sok rossz fogadat húzta, jó fogadat húzta ki. Igazából nem volt annyira rossz a fog, ez STK-ról akkor szoktam le ennek az élménynek a hatására, mert hogy az történt, hogy bementem, és nekem ott volt egy orvosom, aki ez évek óta jártam már, és nagyon-nagyon elégedett voltam, mert mindig minden rendben volt, és egy alkalommal nem volt bent, viszont nem volt helyettesíteni a főorvos úr, és nagyon megörültem neki, mondták, hogy a főorvos úr, hát ő a legnagyobb góriót, mindenhezért. Az ő főorvos, és bejött egy ilyen papa, és ezt nem, tényleg nem negatív értelemben mondom, mert csak egy idős fogorvos úr volt. Elkezdte fúrni az egyik ilyen nagy örlömet hátul, amivel probléma volt, és hát furta, és már egy olyan indokolatlan, igen, ezt meg, hogy hozzá voltam szokó, hogyha egy pici lyukról van szó, akkor ez pikpak megvan, és már mehet is. Furta. Ott a öblítsek, oda nyúltam a nyelvemmel, és éreztem, hogy nem az az oldal. Hogy nem, hanem, hogy egy picit, mintha kevés maradt volna a fogamból. És kiderült, nem fogjátok elhinni, hogy az utolsó munkanapja volt a főorvos úrnak, pont nyugdíj előtt volt. De mi is bosszú? És egy kicsit az egész sztori olyan volt, hogy na, még utoljára odaengedjük az öreget valaki. Annyira tipikus, hogy te voltál ott. Szétfaragta itt hátul a fogamat, mind a mai napig gyakorlatilag ilyen íny magasságban van a fogam ezért. És ezért ezzel csak képesett mindig. Igen, az egész fog gyakorlatilag egy hatalmas tömés, mert hogy nem marad belőle jóformán semmi. A papa az egészet úgy, ahogy van, elfúrta. De innen volt indokolt? Tehát, hogy annyira rossz állapotban volt és a fog? És nem volt, egyáltalán nem volt, egy pici luk volt. És furta, és szinte már még hallottam, hogy mit tudom én, hogy elköszönnek tőle, megtapsolják, kap egy desszertet, egy csokor virágot, ezt megy haza. Ez volt az utolsó munkanapja, és ezt utána nekem így elmondta. Mondom, köszönöm szépen. És legyalult a fogam. És legyalult a fogam, hogy akkor az új szintjéig. És amikor visszamentél, nem mondta a doki, de rég egy Jézus Isten. De mondta,
Ki járt a maga szájába, János? Jól tudom, akkor a főorvos úr. De jó, hogy nem az első metszőfoga ide gyalult a lejjebb. János, egy kicsit úgy látom, kezdünk el nyúlásodni. Ragadozó fogsorra. Először mély altatásban nyúlok hozzá, fogáot bealtat, tudod, és 3 órás műtét után fölkelsz. Azóta hidegre, melegre, mindenre érzékeny, de hogy ez egy 20 éves történet, tehát hogy azóta kínlodok vele. Ancsan, na, mi történt? Nagyon kedves barátnőmtől kaptam karácsonyra egy kupont. Na, a kupon, nagyon sok kuponos történet jön. Igen, hogy egy kozmetikus, nem van ilyen kaviáros, olyan ilyen minőségi kis arcpakolást fogok kapni. Mert nagy nehezen a belvárosban megtaláltam egy ilyen pici ajtó, át kellett menni egy kis stúdión, és egy galéria szobába kellett fölmenni. Ott várt egy körülbelül 90 és a halál közötti mami, ne. Mint kozmetikus, úgyhogy beléptem abba a több fülett ilyen galéria szobába, ahol nyilván se egy fogas semmi. És fogott egy ilyen teljesen fehér tégelyt, amiben nyilván volt valami, azt így mondta, feküdjek le, rám kente. Ezzel nem is lett volna nagyon baj, amúgy semmit nem csinált, se egy masszírozás, semmit, csak így rám kente. És elkezdtek ugye jönni hát így gondolom egy időpontra hívott még vagy 4-5 ember. És a pici kis galéria szobába bejöttek oda 5-en? Igen, körülbelül. Akkor néhányan doporogtak, néhánynak mondta, hogy na üljön le. Akkor volt, akinek elkezdtek gyantázni az intim, tehát intim gyantázni. Nem mondod. Tehát 5-en voltatok egy kis szobában, te feküdtél egy ilyen kaviáros öntéssel a fejre, miközben valakinek fazongyantát csinált a néni 90 évesen? Oda kell menni, imádom. Volt még egy kis fekvőrész, akkor ott meg egy másik hölgynek megágasztott ilyen kis. Hát valami vibráló valamit a fenekére, tehát az a nő is levetkőzött. Oh, Istenem, hát én elmezítok el ilyenekre, ahol egy fazongyanta, egy fenékmasszáz, egy kaviáros nő fekszik hátul. Igen. És akkor még vagy 2-3-an meg ott álltak és vártak. Köszi, hogy elmondtad. Nincs valami, Kriszta, hello Kriszta, jó reggelt! 15 éves voltam, amikor az első nyári munkából úgy gondoltam, hogy elmegy kozmetikushoz, és megigazítottam a szemöldökömet, hogy szép legyen. Ő fogta, legyantázta az egészet, és megfestette. Hmm. Ezzel a tartósabb festéke 3 hónapig gyönyörű volt, de hát azóta sem nőtt ki a szemöldököm. Nem mondod komolyan. De komolyan. Van 3-4 szál, de szó szerint. És most akkor igen, minden reggel megrajzolod a szemöldöködet? Igen. Hát, 25 éve emberünk minden nap eszedbe jut akkor tulajdonképpen, nem? Igen. Köszi, hogy elmondtad. Itt van még egy hallgatónk. Hello Petra, jó reggel, ciao. Sziasztok. Te térműtétre mentél volna, ugye? Igen, vagy hát odaindultál? Igen, én Debrecenbe indultam térműtétre, és én voltam pont az első, akit műtettek, és nagyon-nagyon izgultam. Amikor bejött hozzám egy nővérke, és rajzolt egy nagy fekete alkoholos fiatal lábomra egy nagyon nagy X-et, és kérdeztem, hogy ez miért szükséges, és mondta az egyet, hogy ne tévesztjék el, hogy melyik térdemet fogják műteni. Jézusom, tehát oda ment, feküdtél az ágyon, és X-et rajzolt a lábadra. Igen. De a jó lábadra? Hát hál' Istennek a jó lábomra, de nagyon izgultam altatás előtt, hogy vajon melyik lábam azt fogják műteni. Atyaisten, fekete X-es. Most az X marad, vagy az X-et kell műteni? Igen. Azt szerintem azt kell műteni. Várj, és ott kell műteni, ahol az X van? Vagy... De jó, hát és aztán jó műtetés. Erre azért már nem figyeltek, igen, a combomra egy hatalmas X-et, hogy biztosan eltalálják. Aha, de aztán de jót műtöttek ráadásul. Igen, hát hál' Istennek jót műtöttek, és jól is sikerült. Ciao. Köszönöm. Hello. Kozmetikushoz mentem egy kicsit fogatlan, és mint menet közben kiderült, ex-BKV ellenőr fogadott. Intim gyantára mentem ugyan, de amikor felszólított, hogy forduljak a hasamra, és íziben húzzam szét a fenekem, inkább mutattam volna a bérletet. Feleségem haja lapockáig ért. A fodrásztól kis igazítást kért, az eredménye az lett, hogy hátul úgy felnyírta a haját a fodrász, hogy még a fejbőre is látszott. Gyuri küldte nekünk. 3 év az első szabadságomra, az első gyermek születése után kariajándék gyanánt kaptam a férjemtől egy masszázs kupont, úgy vártam, mint a messiást. Igor várt, az ukrán vízilabdás, aki mellesleg masszőr, 10 perc után könyörögtem az életemért, közben mesélt az ukrán örömlányok futtatásával kapcsolatban. Best of Morning Show. Mit találtam már? A szörtelenítő dolgokat fogjuk tesztelni. János, rengeteg. János.
rengeteg gyanta, krém. Feri, Feri. Hirdeti azt, hogyha őket használjuk, akkor bizony simák leszünk, soha vissza nem nő. Le a kalappal azon nők előtt, akik a csúnyájukra teszik ezt a forró gyantát, majd hirtelen hátradőlnek, megkapaszkodnak valamivel, szólnak a kozmetikusnak, hogy most, és ő pedig abban a pillanatban megrántja ezzel, mint egy három... Most, Laci! Három centit nyújtanak az ő kis testrészükön, de hát komolyan mondom, tehát minden tiszteletem a nőki, akik ezt kibírják, hihetetlenül fáj. Tehát, Anett, segíts nekünk, én azt gondolom, hogy az utolsó reklámból ismert, mindenki által ismert dolgot hagyjuk utoljára, ezt a sejemkendő tesztet. Aha. Hogy csúszik-e, vagy nem, ez hideg gyant. Tehát ez gyant, a hideg gyant, amit kézzel fel kell melegíteni. Van, a krém. Visszaadod, Jani. Figyelj, a krém az gyakorlatilag, várjátok, hogy a krémmel, az nem is, ott be kell kenned, vársz egy picit, és ugye simán letörlöd a szőrt, vagy hát lemosod. Ne mondd már, leoldjam. Hát ki öli gyakorlatilag? Jó. Mondom nektek, ez hatásos ápolás, feloldja és gondosan eltávolítja nem kívánatos szőrszálakat. Na gyerekek, hát kinek a csúnyáját? Annak meddig kell, csináljuk akkor. Várja, meddig kell lázni a meleg gyantának? A meleg gyantának egy 5 percig körülbelül. Aha, király. Adjad, beletolom az orromba. Figyeljetek, ki csinálja, és én mondom, hogy mit csináljon. Diktálom. Na, adjad. Karodon? Vagy a lábadon? A lábadon. Dehogy is, farpof. Gyere ide, úsz szét. Használat előtt mossuk meg a szörtelenítendő bőrfelületet. Add ide azt a ízit, légy szíves, ezt a mi ezt töröl között. Itt van. Oké. Okay. Jó, erre a fára majd, harapj rá, Feri. Figyelj, ez nem fáj, tehát ez leoldja az izét. Most látva. Na, hát ez nem fáj, azért akkor azt ad nekem. Hogy oldja le gyerekek? Hát nem, a gyantának nem az a lényeg, hogy meleg legyen, nem akkor old. Ha... De ez nem gyanta. Hát azt írja, hogy a krém. Ezt nem is próbáltad még? Nem. De mi, akkor ez kimarja? Igen. Hát jó, ezt mondom, hogy ez le fogja marni. Akkor figyelj, párhuzamosan próbáljátok ki mind a ketten. Mit? Hát az Anett próbálja ki a krémet. Az Anetten egy gram szőr nincsen. Az nem baj. Az. Na, illetve ebben nem rendben van. Mondjuk, nem baj, nem vagy szőrös. Na, jöjj! Jó, mondom. Itt a krém. Köszike. Feri, mindent nem kell levenni. Ne, ide, te! Ja, nem folyik belőle. Mondom, figyelj. Mennyit kell föltenni? Mondom. Alkálított tartalmaz, úgyhogy vigyázz. Na mindegy. Azt mondja, hogy a lábszáramat. Hónajra, lábra és bikini vonalra. Hallott, Feri? Ez utóbbit próbálnám ki. Ezt ki fogom próbálni én is. Na mondom. Akkor adom ezt, próbált. Jó, próbáld. Neked kell, ahogy látom, gyöngyötre lehet fűzni. Figyeljetek. Mire? Erre? A szőrtelenítendő felületet. Figyeljetek, gondosan tisztítsa meg. Ezzel meg vagy. Lemostuk. A krémet a spatula segítségével hordja föl. Körülbelül 5-10 percig hagyja hatni. Annyi időnk nincsen. Várj. Akkor egyszerre kettőt csináljon. De a másik meg melegszik a meleg gyanta. Jó, és akkor 5-10 perc után kell meggyújtani, ugye? A határidő letelte után a krémet a lapát segítségével távolítsa el, majd szappanos vízzel jól öblítse le. Köszi. De ne sajnál, tegyél ott el. Elég, nézd meg, ezt a részt fogom itt legyen. Mert a gyantának is kell. De Feri, most nem egy dobostorta tetejét kenegetett csokoládémázzal. Nem, azt hittem, el kell szépen igazítani. De tényleg, tegyél rá nyugodtan, hát nem fogja lehozni. Dehogy ne. Brülét formáz belőle. Mitől félsz, hogy csontig mar a krém? Egyébként én igen. Na. Hát azt nem gondolod, hogy ez normális dolog, hogy fölkensz magadra valamit és eltűnt. Tehát, hogy hát szerinted mennyivel egyszer van? Jó, hát persze. Ez jutott, ezt szerest, ott van a sarokban a szívlapát majd a végén. Jó, na. Akkor ezt fölkentem 5-10 perc, azt mondta. Ú, de jó. Mm-hmm. Jó, addig próbáljuk a másikat is. Jó. Egyébként nagyon jó pofa ez a hagyományos ilyen görgős gyanta. Halál jó kis szerkezet. Pofa. Igen, tehát hogy tök jó ki van találva az egész. A vége szerintem nem annyira szórakoztató, abban ahogy biztosra, így elképzelem. Abban biztos, de az, hogy így felmelegíted, és utána pedig a görgős csak szét, akkor ne szedd szét, tehát az egybe van. Nincs ez szerintem. Fúlia? Szerintem azért csak azért van beállva az a görgő, mert hideg a gyanta még benne. Hagyjátok, hát jól ismeri, hát tudja, hogy... Ja, mondjuk egy szakértő. Ja, hát a melkasát nem gyantázza, az biztos. Jó van, akkor szóljátok hát a letelt az ötlet. Jó, és a másik, a Balázsnak a kezében van egy ilyen kis csomag, amiben gondolom több ilyen 20 darab van. Extra erős gyanta lehúzó csík. Na, ezzel mit kell csinálni? Hát föl kell a gyantát, és rá kell azt a csíkot tenni. Rálapogatod, és azzal fogod lerántani a szőrös gyantát. Azt így van. Durva. Na, tehát... majd én felragasztom a szemöldöködbe. Pillanat. Jó. És merre kell rántani? Ezt sose tudtam, amerre nő a szőr, vagy ellenkező irányban. Mivel nem használok gyantát. Jó, ezt valaki írja már meg. Sem.
Jó, gyantások, írjatok. 0630 merre rántod a gyantát? Amerre a szőr nő így. Nem, vagy ellenkező visz... irányba. Tehát itt a lábad, mutatom a kolleginának, így nő a szőr. Visszafele felé. Rárakom, és így. Persze, hát az a lényeg. Jó Isten. Hát az a lényeg, az egy sok hatás a hagymáknak, hogy akkor biztos, hogy kiszakadnak. Ellenkező irány, már írják. Persze, az teljesen egyértelmű. Jó, akkor amit... Hogy áll a gyanta, fölmelegedett már? Én nem tudom, mikor jó a gyanta. Hát mikor lötyög benne biztos, nem? Gyerekek, ez rohadtul nem lötyög. Ez nem olyan lötyög. Masszív, ez olyan, mint valami... Azért ilyen... nem lötyög, mert annak nagyon sok idő kell, szerintem az így pár perc alatt nem fog perc. Így. Komolyan? Hát az és forró vízbe kell. Jó, adj egy gyanta csíkot. Adom neked. Légy szíves. Ennyi időt egy borotvával már konkrétan csempére borotválom magam, mert hogy ez a gyantázás, ez egy baromi bonyolult. Közben halkan mondom, hogy kezdek itt, tehát hogy mar. Mar? Mar a krém. Az iskolában. Na, ne, nekem is adj egy csíkot. Hitelkártya, 100 dolláros. Vágd össze. De most minek neked csík? Azért, mert aztán gyorsan kérem a gyantát, hát ha már annyira megmelegedem. De nem ezzel kell leszedned. Hát szerinted mivel? Semmi, a spatulával. Tehát mondom. Nem. De adja ember, hát ezt tudom, hogy mivel kell leszedni. Azt mondom, azért ad ide a csíkot, mert ha megmelegedett a gyanta, gyorsan fölviszem és ráragasztom. Feri, a Csabi már végezni fog a kíváncsi műsorra, amire ez a gyanta itt megmelegszik. Ezen ne stresszeljél. Ez a gyanta, ez egy év múlva is ugyanilyen lesz. Semmi gond nincs. Ez retteltesen csíp most már. Ne csinálj. Nem, halálkom, jó az. Igen? Nekem, jó az. Igen, érzem, hogy így csíp egy kicsit. Marják az alkáliák, vagy mik ezek. Ez a reklám ugye azt ígéri, mutatja, hogy ott van egy mozdulat, azzal a mozdulattal te kettőt húzó, eltelt az öt. Nagyon kíváncsi hát leszek. Jó. És eltávolítja a szőrt. Ha azzal nem megy, akkor próbáld meg habkővel. Hát, figyelj, de szedegetett le belőle. Várjam, nincs undorítóbb, amikor habszőrrel keveredik. Tehát az nagyon. Hát gyerekek. Jött le belőle? Hát gyakorlatilag igen. Aha, de lehet, hogy ez csak, hogy várja, vissza kellene még egy kicsit. Ízlésesen. Hát csapat ez még, nem? Jó. Na, jó, közben alakul a gyantánk. Hogy állsz, Feri? Számolj be róla. Hát én nem tudom, egy-két szőrcsíkot látok, de ez lehet, hogy csak az egyébként öregkorban előforduló szőrzet hullás. Az egyébként is kihullott szőrzet hullás, tehát itt van. Jó a gyantánk? Az jó, de figyelj, nekem ez megdőlt, ez a krém, most egyről akkor zárjuk le, az nem hozza le. Várj, akkor ez teljesen. Az nem hozza azt le. Azt mondta, hogy szappanos víz, hogy le kell mosni, akkor itt a kis vízünk. Ott van egy ilyen mosdószivacs. Mi a dörzsivel? De normális vagy, hogy a dörzsölős részével? Figyelj, van-e acélkefe? Nagyon bizarr, mert egyre többen gyűlnek ide a stúdió elé. Nem hiszik el. Úristen, Feri, olyan vádlid van, mint egyébként Ben Johnsonnak. Semmilyen vádlid nincs. Nézd meg, levitte. Nem, mutasd. Mosdószivacs kitépte konkrétan. Nem, persze. Figyelj, Feri, az a dörzsi felülete, és nem a másikat használom, te szerencsét. Nagyon erős. Figyelj, így, ha ez megmosod a fejedet, ha hajad is kihullik ilyen szivacsa. Hát ez áttöröltem, és gyakorlatilag... Hát rohadt szőrös a lábad ugyanúgy. Itt van egy felület. Szóval kedves hallgatok, olyan tempóban dörzsül a Feri, hogy már érezzük a szaru szagot. Na most nem, konkrétan füstöl a bőre. Hogy vízzel keveredve milyen szaga van. Azt nem utasd meg. Megszagolom. Nehogy megszagolod. Te hülye vagy? Miért szagolod meg? Másik végét csillagom, ahol fogtad. Nagyon büdös. De miért szagolgatnám a Feri szőrét? Hát érdekel a Feri szőrét. Már jöhet a gyanta, jöjjön a tépés, gyerekek. Csajok, jó a gyanta? Mondjátok meg, én most úgy csak, mint a nem tudnám. Hol a csík? Adjál csíkot, ember. Jó. Mit mondanak a kollégák? Csubakka? Adjál csíkot? Ezt adás előtt szoktam mondani. Igen, meg a hét. Na, Anett, segítse be, kérlek, mert nem, tényleg nem tudom, hogy kell kezelni. A gyanta meleg. Most vagyunk ott akkor, hogy a krém valamennyire lehozta. Jön a második teszt. Ez az úgynevezett... Mi ez az? Ne hülyéskedj, ez már fája, hogy fölkeli. Csak a lábad elé térdelt, még neki a báj. Jó, ezt imádom, ezt a részt, ezt minden reggel lejátszok, én azért jövök ötre, csak... Húzd hátra a hajad, Anett! Mi van? Figyelj, ez most fáj. Következő történik. Várjatok. Leszette az összes szőrömet. Várjatok, csak hadd mondjam, hogy mi történik. Anett betérdelt Feri lába elé, és fölnyomott egy pici gyantát Feri egyébként már szörtelintett lábára. Ne, mit csinálsz? Anett, mondd, hogy mit csinálsz. Feri, gombolt vissza az inged. Anett most megpróbálja fölvinni. Anett, hát annyira fáj, mint az állat. Hát Feri, persze, hogy fáj, hát szörtelenítesz. Adjak egy csíkot? Miért abban van fájdalomcsillapító? Hát most, ami gyanta van rajta, az... Várjatok, még nincs rajta gyanta. Próbáljunk egy picit. Kicsi, adj már egy rohadék csíkot, hát de... Iskoládat. Igen, Feri sokkal rezignáltabb szokott lenni. Nem vagyok így, adok egy csíkot. Na végre. Kezd pánikba esni. Na, Feri, ne legyél puha. Hát ez annyira azért nem fáj. Igen. Anett, te pedig toljad ki jobban. Jó. Mondom, hogy mi történik. Már közben a pénzügyről is megérkeztek hozzánk, ugye?
A szélsz és a pénz. Jó, álljunk sorba, jó? Jó. A munkaügyisek állnak a pénzügyisek mögé, és a portaszolgálat is majd nem kellett arra. Megkapcsolódtak. Nem, mert jött, már ott az én szőröm van csak. Jó, következő, most megérkezett egy kedves kollégina, aki szintén megpróbálja a gyantát felnyomni Feri lábára, igen. Feri neki a báj. Most egyelőre nem elég meleg a gyanta valószínű. Igen. Jó? Bizony, bizony, igen, hideg gyanta. De hideg gyantával szerintem izgalmasabb. Igen, nincs sajnos sem. Tehát, hogy nem gyantás a lábam. Nem gyantás a lábad. Ez mondjuk nem biztos. Hát vigyük ki a toalettbe, és akkor ereszünk rá forró vizet hosszasan. Ne, vigyük ki a kísérletet a Népligeti metró aluljára. Nem, azt nem akarom. Jó, akkor mondom, hogy mi legyen. Legyen az utolsó, addig, amíg ezt a gyantát felmelegítik mikróba. Tegyük mikróba. Úristen. Mikrózzuk így meg van. A gyantát. Jó Isten. Addig jöjjön a hideg mikrózzuk meg a gyantát. Úr, most kapcsoltam, hogy mennyire életszerű. Hát nyilván. Nem melegszik föl, meg kell tenni mikróba. Figyeljetek. Itt van az utolsó, most egyelőre mondhatjuk, hogy a krémet elbuktuk, ugye? Az nem hozta le. Ez a spatulás, krémet, bekened, vársz 5 percet, ez nem jött le. Ez ugye? Nem. Ez nem. Van még egy, ez ugye azt ígéri, hogy egyrészt 4 hétig tartó sejmesség lesz, 2 azt mondja, hogy ha megcsinálod, annyira szörtelen leszel, hogy dobod a kendőt, és a kendő leesik a földre. Ez használatra kész hideg gyanta szalagok. Na, azt szerintem ez jó. Az jó. Erre kíváncsi vagyok. Mondom, hogy akkor ezzel mit kell csinálni, mert Ferenc, van még szőr a testeden valahol? Ez alig jött le, gyerekek, a izé miatt csak a krém hozott le eddig valami. Sligovica azt írja a honlapunkon, hogy hát minden elismerésem, srácok, ezt még Mel Gibson is dublőrrel csinálta. Jó. Ferikém, vedd akkor kezelés. Feri, ha csíp, most le, mert kipattogzol. A gyantát meg mikróban melegítsétek, amíg folyékony lesz. Jó. Mondtam, hogy használtak el. Figyelj. Mondom, mit kell csinálni. Tessék, Feri, itt van. Igen. Ad ide. Mi ennyi minden. Melegítse fel a gyantát a tenyerével dörzsölve. Jó. Na, ez már egy humánusabb dolog. Az micsoda? Majd mondom, Feri, odaérünk. Az semmi. A férfiasság, hogyha lankad, be kell venni. Jó. Igen. Tehát így? Kezd el dörzsölni. Igen. Meddig? Amíg nem érzed, hogy meleg, mint a pusmanok, amikor így tüzet csiholnak. Ha füstöl, dobd el. Melegszik? Nagyon, nagyon kellemes. Hát mindenkinek melegszik, aki összedörzseli a kezét. Jó. Próbáld ki. Lassú mozdulattal válassza szét a szalagokat. Aha, két csíkot. Igen, a két csíkot válassz szét. Ez nagyon jó pofának tűnik. Lassú mozdulattal, igen. És melyik oldalát? Ja, mind, mondom, mindegy. És tapaszd rá a lábadra. Várjál, ne kapkodjunk, mert ez nagyon speciálisan kell. Igen. Simítson erősen egy gyantacsíkot a bőrére, és dörzsölje be át, többször a szőr növekedésével megegyező irányban kell dörzsölni. Tehát lefelé. Lefelé. Mondd, hogy mi történik közben. Dörzsölöm. Dörzsölöd. Most már a melegség megszűnt. Leránthatom én? Igen, hogy én nem merem. Te perverz. Jó, szólj, ha meg vagy. Jó, többször átdörzsöltem. Növekedéssel megegyező irányba? Igen, én lefelé dörzsölöm, és Anett, akkor neked fölfelé kell tépni? Mondom, mindjárt olvasom, meg mindent leír. Na. Deproli, vagy deproli. Várjál, ne tépd még következő, le. Hát, várjál, ez egy 15 centis csík, aminek én a felét rádörzsöltem a lábamra, ide jött ez a csodálatos nő, és elkezdte az alját is rásimogatni. Hát ne férc munka legyen, hát rendesen. Hát, igen, meg rendesen, jó erősen toljátok rá, amennyire csak lehet. Figyeljetek, ne felejtsétek, hogy reklámot tesztelünk, ez úgy kell csinálni, hogy a reklámban van, nem végeztünk, mert akkor hiteltelenek leszünk, hogy mást állítunk, mint ami valóban a hatékonysága. Úgy kell, ahogy a reklámban van. Na, szóljatok. Mondom, várjál, mondom, ez egy 5x15-ös csík, aminek a szélén ugye nincs gyanta, tehát ott meg lehet fogni, és az összes többi része pedig gyantás, és ezt most gyakorlatilag beledolgoztuk az én szőreimbe. Jó. Következő lépés. Még ne csináld, ne csak mondom, végigolvasom. Gyors, határozott mozdulattal rántsa le a gyantaszalagot a szőr növekedésével ellentétes irányba. Tehát e fölfelé. Tartsa a bőrt feszesen, hogy enyhítse a fájdalmat. Hogy? Mivel? Az izmaimmal? Feri, a vádli bőr mozgató izmodat tartsd feszesen. Vagy fogni kell a bőrt. Na. Igen. Számoljunk vissza, felkészültél, Feri? Nagyon fél. Jaj, ne várunk! Várjál, ne szedjük le! Akkor maradjon rajtam. Elterelem a figyelmét egy könyökössel. Jó, figyelj, de az egészet tépd le. De jó. Nehogy megállj, három, mert megőr. Figyelj, kedves hallgatók, figyeljetek, visszaszámolunk. Ne, rohadékok. Na, figyelj, maradjon. Jó, csak gondolj arra, hogy ez a heréden is lehet. Az az intim gyanta. Ehhez képest nem vagyok. Nagyon figyeljetek, de... Oké, visszaszámolunk, kedves hallgatók, ti is, nagyon figyeljetek. Figyelem. Légy férfi, ne kiabálj. Jó, oké. 3, 2... Annett, megőrlek. 1... Most! Na, és akkor mi van? Baszd meg, te...
bocsánat. Hogy mondtad? Mit mondtál? A mindenségét. Igen. Oh. Látni akarom, mennyi szőr jött le. Gyakorlatilag és tök csupasz és piros, mint az jó, állat. Most dobd a kendőt. Dobd a kendőt. Fú, de rohadt undorító. Gyerekek. Most sózzátok! Most pedig dobd a kendőt, Anett, úgy, ahogy a reklámban van, dobd rá a kendőt. De várjál, és le kell előbb takarítani a gyantát. Én ott nem láttam ilyet. Ja, ott leszedik a gyantát. Jaj, ne hülyéskedj, a reklámban nincs idő. Most ráragadt a gyantára, állj, vedd le a kendőt. Mit, neked van ilyen kis törlőkendő, hát de amit adták, jó, gyorsan mávon használtunk. Tamponáljátok, úristen, mennyi azt vér. Na, mit látsz, Anett, szőrtelen lett a lába? Igen. Na jó van, gyere, működik ez. Na, figyeljetek, ez működik. Mi a cég? Hívja a szélszünket. Na, jó. Na most jöhet a kendő. Dobd a kendőt, fölülről. Úgy siklik le a lábamon. A komolyan. Gyönyörűen. Komolyan. Gyerekek. Nézd meg. Ez működik. Betalok. Totál működik. Működik. Leesik a kendő. Leesik a kendő. És Feri még csak egy liter vért vesztett, úgyhogy még nincs komoly baj. Anya, ne menjél a pedikűrös, ez adjál belőle. Ez tényleg működik. Mutasd. Ó, gyerekek. Azt hadd mondjam el, hogy minden tiszteletem azoké a nőké, akik ezt magukon megcsináltatják, nem csak a lábukon, hanem komolyan. Ott is. Ó, és ez milyen szép végső volt. Kis gondod, egy intim gyanta, hónaj, ahol vékony a bőr, és gondod, ezt mind miattunk csinálják, hogy nekünk ők tetszenek. Tehát le a kalappal a nők előtt, igazad van. Csodálatos abszolút. Kezed van, Anett. És ahogy térdelt ott a lábad között, látvány volt. Istenem, na. Hát ezt hova lehet még fokozni? Nem baj, jövő héten kipróbáljuk a figyma piercinget, Feri. Igen. Valaki azt írja, hogy hozzunk disznóperzselőt, sokkal jobb. Egyébként hatásosabb. Disznóperzselő, meglás, leszedi tövig, írta nekünk a futár. Jól van, Feri, hős vagy, komolyan mondom, gyerekek, hős vagy. Nagyon, tudod mi a rossz benne? Nem is maga a tépés, én rájöttem, hanem ahogy készülsz rá. Érted? Ahogy várod a pillanatot, még akkor csak tudod, hogy visszaszámoltok, és akkor aztán üvöltesz. De kezded, hogy nem akkor üvöltöttem, amikor megtépte, hanem pár másodperc igen, után. Igen, tehát, nem. Hogy volt egy ilyen, az adrenalin kicsit dolgozott. A szervezetnek van ugyanis egy ilyen védekező mechanizmusa, így van, ebben igazad van, ami úgy működik, hogy ha például sebesülés ér, akkor első pillanatban nem is érzed, és utána tudatosul a dolog. Szerintem ez ugyanez. De utána hallottuk, hogy tudatosult, igen. 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 Na jó van. Jó, akkor mondhatni, kijelenteni, hogy a krémes nem igazán működik, az hagyott némi kívánivalót maga után, ez a félig felmelegített, mikrózott, ilyen igazi klasszik gyanta, ez szoszó. Ezt érezted, ezt látod, ezt tapasztaltad föntről az elefántcsontornyodban? Most már tejreken is ki kell próbálod valamit. Jó, hát szívesen kipróbálod. Jó, majd jövétem. Akkor borokat tesztelünk. Viszont akkor jelentsük ki, hogy ez, amit ígér a reklám, ebben az esetben tényleg leszedi, és ez gyerekek, hát vállaljuk igen, be. Igen, a leszedésben egyetérve, a kendő működik. Az azért, mert az egyébként jó, is leesik. A kendő az illúzió, ez meg a látvány, jó. De ez akkor, igen. Akkor elég. Kicsit hidratáld a bőrödet, Feri, mert nagyon száraz. Köszönöm szívem. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Ez itt a Best of Morning Show. Júli, hello! Hello, sziasztok! Hello, reggel! Juliska, mit hoztál nekünk, Juliska? Szexi szerdán jártam. No! Ez az, végre! A múlt hetes komolykodásunk után újra egy kis erotika. Nincs ezzel baj. És közvetlen utána egy torkos csütörtök. Így van, pontosan. A szexi szerda az egy intim gurmé est. Kérem? Igen, nyilván a gurmé est kifejezés az számomra is ismerős volt, ugye egyre több helyen hallani, hogy éttermek, illetve ilyen lakáséttermek speciálisan összeállított menüket kínálnak az ínyenceknek, és akkor erre lehet jelentkezni. Te is voltál nemrég egy ilyen, ahol mindenféle ilyen nagyon furcsa dolgokat ettetek. Hát, heresérvet, meg igen, méglepényt. Igen, heresérvet is ettünk. Akármit szörnyűségeket. Igen, azt én meséltem. Hát az a tematikus est, de hát azért itt erről többről van hát szó. Ez egy gurmé, igen, az is egy gurmé est. De gurmé intim. Est, mitől na, én mitől intim? Na, hát én sem tudtam, hogy mitől intim. Ráadásul egyébként az interneten szörfözgetve találtam ezt a programajánlót egy ilyen intimitás központnak az oldalán, az ünnepeljük a melleinket, illetve
illetve a velencei kurtizán program között. Ünnepeljük a melleinket. Ünnepeljük a melleinket. De ez a velencei kurtizán program, ez nálunk van Velence? Nem, az ott Velence. Ez egy ilyen elvonulós program. Hogy ketten a pároddal elmentek? Hát nem a ketten a párunk, hanem több pár elvonul Velencébe. És swingereznek? Nem, állítólag nem. Nem, elvonulnak, és hát egymásra hangolódnak. Hát akkor nem járok messze a valóságtól igazából. Mondjuk nekem a Feri félre volna, jobban tetszett volna, hogy a Velencei kurtizánon átmenek Gárdon volt. És a Szegre. Na és mi ez a pajzán szerda? Ez egy menü? Szerda, és lényeg az, hogy hát megkerestem a szervezőt, kérdeztem, hogy elmehetek-e rá, kipróbálhatom-e, de hát a mi családunkban egyébként a Miró a nagy gurmé. Tehát, hogy én egy szerény gasztronómiai hagyományokkal megáldott családból származom, én ezeket annyira nem tudom, hogy rántottunk srizibizin. Hát körülbelül igen, egyébként ezen szocializálódtam, de a Miró az nagyon szereti az ilyen különlegességeket, az új ízeket, az új textúrákat, és kísérletező fajta. Úgy mondtam neki, hogy Miki, szerintem ez az a program, amire neked is el kellene jönnöd. Úgyhogy hívtuk a nagymamát. Este bevágtuk magunkat a kocsiba, és akkor Miró kérdezte útközben, hogy te figyelj ide, tehát tényleg mégis mi a túró lesz itt, tehát hogy így nagyjából mire készüljön. Én mondtam neki, hogy fogalmam sincsen, hogy mi lesz. Simán el tudom képzelni azt, hogy oda megyünk, egy félmeztelen, rasztahajú pasi majd kinyitja az ajtót. Lakásra kellett menni? Igen, és majd megkér minket, hogy vetkőzünk mi is pucéra. Arra kértem, hogy ne rendezzel jelenetet. Tehát bármi olyasmi van, ami... Azért jó, hogy a Miró időzített bomba, azért az kemény, mikor félsz a saját férjedtől, ugye? És ne nézzem le a hűtőbe, és ne kezdjen el főzőcskézni. Hogyha jön egy olyan pont, ahol a halk zümmögések között felszólítanak minket arra, hogy akkor most szabaduljunk meg a ruháinktól, akkor ne csapja ki a palávert, hogy már pedig az ő asszonkáját senki nem fogja pucéra látni, hanem egyszerűen csak forduljunk sarkon és menjünk el, mondta, hogy oké, rendben. Egy Rákóczi úti cím volt megadva, egy ilyen sötét körfolyosos épületben mentünk föl, mondom, atya úristen, hol jöttünk. Úristen, de beteg ez a sztori, atya isten. A dolog lesz. És aztán fölmentünk, és hát legnagyobb megkönnyebbülésemre, illetve megdöbbenésemre egy lakáskonyhába mentünk. Ezek a lakáskonyhák, ezek ugye most már nagyon divatosak, ilyen különböző főzőtanfolyamokat, meg programokat szerveznek ilyen lakásokra, amik egyértelműen csak azért vannak kialakítva, szuper berendezésekkel, meg készülőkkel, hogy ott megtanuljál főzni. És egy Hummel Zsolt nevű férfi várt minket, ő egy szakács, szépen felöltözve, szépre vasalt inkben. És egyedül voltatok, vagy másik pár? Egy pár volt, volt egy tök konszolidált helyes pár volt, úgyhogy megérkeztünk, fújtam egyet, hogy jól van, itt nem fogunk gatyát ledobni, meg nagyon pucérkodni. És a lényeg az, hogy ez attól intim gurmélyest, hogy van ez a Zsolt nevű férfi, aki elmesélte, hogy évekkel ezelőtt egy nagyon súlyos autóbalesetet szenvedett, hetekig, hónapokig feküdt kómában, aztán egy nagyon hosszú rehabilitációs időszakon vett részt, és ő, aki korábban nagyon nem szerette az emberek érintését, rájött, hogy nem is olyan rossz dolog ez, mikor az emberhez hozzányúlnak, meg úgy megsimogatják, meg megmosdatják, és nyilván persze, tehát visszajött a halálból. Szájtátva hallgatom, hogy ez a sztori hova fut ki. Egy autóbaleset, egy szakács, két pár, akik idegenek, egy körfolyosos gangos lakásban. Simogatással. Igen. Hát, hogy persze visszajött a halálból úgy, hogy ez nyilván átértékelte az egész életét, de miután ő kijött erről a rehabilitációs programról, ő elment mindenféle ilyen masszázsokra, és aztán rájött, hogy ez neki tök jól esik, és akkor egyre mélyebbre és mélyebbre és mélyebbre ment, kitanult egy csomó mindent, és hát saját bevallása szerint is egy kicsit rácsavarodott erre az egész történetre, azóta szerintem a lingem és a Jóni körül forog minden gondolata. Aha. És rájött, úgy gondolja, hogy a főzés és a szexualitás az nagyon sok tekintetben hasonlít egymásra, mert ahhoz, hogy a kettő jó legyen... Tudom, én is mindig meccsem magamnak a rántást, úgyhogy hitte, hogy nálam 10 év házasság után a főzés és a szexualitás brutálisan jól összekapcsolódik. De hát ő is azt mondja egyébként, hogy egy jó főzés az lehet akár elő vagy utoljáték. És hogy ahhoz, hogy jó étel legyen, meg jó szex legyen, ahhoz kell kreativitás, ahhoz kell vágy, ahhoz kell egy kis fűszer, de a fűszereket sem szabad túlzásba vinni, mert akkor elnyomják az alapízt, és tulajdonképpen ennek a jegyében
ezen a vezérsíkon haladt ez az egész közös főzőcskézés, mert hogy ezt együtt készítettük el ezeket az ételeket. És akkor megy ilyen kínos beszélgetés a másik pár, hogy légy, és add ide a fekete borskot. Jaj, nem ez tarka bors, akkor adj légy egy kis kömény magot. Nem, kell elképzelni. Nem tudom, észrevettétek el, a legjobb bulik mindig a konyhában végződnek. Igen, persze. És ettől, hogy ott körbeültük, vagy álltuk azt az asztalt, és ott adta a kezünk alá dolgokat, tehát tulajdonképpen mi csináltuk meg, a keze alá dolgoztunk, mi főztük meg ezt a menüsort, és ő közben így elkezdett beszélni. Tapis. De nyilván... Kicsit oda ment, hogy... Juliska, látom, sokat spinningelünk. Igen. Miró! Kinyúlt a senkebe, szegyünk! Elkezdett mindenféleről beszélgetni, hogy a gyors szex az olyan, mint a gyors étterem, meg a gyors étkezés, hogy néha-néha persze tök részegen hajnali 4-kor az oktogonon tök jó bevágni egy hamburger, de hogyha ezen élsz folyamatosan, akkor elvész az értéke az egész történetnek, és hogy hozzá egyébként jellemzően 35 pluszos meg 40-es párok érkeznek, akik már 10-15 éve vannak párkapcsolatban, és hogy volt egy baromi jó szexuális életük, és aztán ez szépen úgy picit úgy visszább vett ez a hevület, és akkor most új ingereket, új lehetőségeket, új impulzusokat keresnek. És akkor, hogy ezzel is, ő is így volt ezzel, és 10-15 év házasság után jött rá, hogy ennek a történetnek igazából most kezdődnek a mélységei, és hogy még mennyi mindent lehet megtanulni erről az egész kérdéskörről. És hát akkor innentől kezdve mesélt nekünk mindenféle praktikákat meg. De ő elmondta, hogy szerintem mi baj a te életeddel? Nem, ő beszélt a sajátjáról, és innentől kezdve kérdéseket tett föl, tehát miközben mi főztünk, beszélgettünk mindenféléről, és tök fura volt, hogy azt gondoltam, hogy a Miró, aki majd így fog állni. Mi, és Miró, azt azért én megnéztem igen, volna azért, ami keveri a csicseri borsókrémet, nem? Igen. Keresi a római köményt. Nem, másik Miró, nem csak fél időm esetlen, hogy Miró, azt hiszem, addig az volt elfoglalva, hogy egy kis koncsot írul, akkor felnéztem, hogy már tudod, nem figyelj, akkor kicsit karamelizál, hogy utána pedig, mit mondtál? Hogy, na, mit? Volt szex, vagy nem volt, vagy mi volt? Semmi vetközés, csak duma. De szóval a Miró igen? Egyszer csak elkezdett kinyílni, és olyan dolgokról kezdett el mesélni, amit nem gondoltam volna, hogy idegen emberek előtt elkezd ezekről a dolgokról beszélni. És aztán a két pár is, és természetesen én is, és a vége egy ilyen... Óriási orgia. Egy brutál swinger. Nagyon-nagyon érdekes beszélgetés volt, tehát hogy mindenki feloldódott, hát ez a Zsolt, ez hogy is mondjam, ez topzódott a P betűs szavakban, és én láttam rajta, hogy ahogy kimondja, már attól beindul, és ahogy beszél az egészről, már attól csillogott a szeme. És a végén egymásra tunkoltátok a pörkölt szájba. De akkor nem rajta múlott, hogy nem lett valami. Papaja. Nem, de én pineapple. Kimondta ezeket a P-betűs szavakat. Paragvaj. Egy jó pineapple. Én kérdeztem tőle, mert hogy egyébként vannak ennek olyan, ennek az esnek egy ilyen special változata is, ahol vannak páros masszázsok is állítólag. Tehát a főzőcskézés után van egy szoba, ahol a párocska, ahova a párocska elvonul, és ott két ellentétes nemű masszőr van állítólag, tehát a férfit, egy férfi és egy nő, illetve a nő, egy nő és egy férfi masszíroz végig. Én tehát mindenkit ugyanaz. Ez nekünk. Igen, de azt segítek, nem, azt gondoltam, bocsánat. Mindenkit tehát... egy férfi és egy nő végig masszíroz, igen? Nem, az egyiket egy férfi és egy nő, a másikat egy nő és egy férfi. Segítek, a két párt megmasszírozza, hogy férfi és egy nő. Igen. Nem biztos, hogy jó pofa, hogyha Miró előtt, illetve Miló mellett fekszem egy ágyon, és azt nézi, hogy engem egy másik pasi hogyan masszíroz végig, úgyhogy gondoltam, hogy ez a vonal lesz. Hogy ez nem fog működni. Hogy vannak ilyen jellegű programok is, és így rákérdeztem, hogy na de ilyenkor van összekacsintás, vagy bármi, hogy esetleg ebből lehet-e több, és mondta, hogy soha nem, nincsen ilyen, ezt az elején őkkel is mondják, hogy itt ez a látszattal, vagy a közvélekedéssel szemben, itt nem az a lényeg, hogy itt a végén mindenki mindenkivel, és aztán... Hanem mindenki vele. Elmentetek, és ha jól értem, akkor négyen megfőztetek egy kaját, ott volt Sanyi, aki nagyon izgult a P betű szavakra. Megettétek a kaját, Zsolt örült, hogy megfőztetek neki. Mondom a menüt. Tehát a menü az például az volt, az első az egy leves volt, amit közösen főztünk meg, az egy mézes ibolyás tejszín krémleves volt, és amikor közben tudod, rakta föl az ibolyát, és akkor mondta, hogy a női nemiség és a szerv, és akkor rakok bele egy kis és a porzó meg a bébe. És akkor ráöntjük, és így láttam rajta, hogy így beindul ezektől, ahogy főzi, és olyan, és tényleg egyébként az embereken, akik ott voltak, a másik pár is, meg mi is, úgy kezdtük úgy
úgy jól érezni magunkat ezektől a szavaktól, meg úgy kezdett oldódni a hangulat. A második fogás az például egy steak volt, aminek az egyik oldalát bebundáztuk, a másik oldalát kicsit éresen hagytunk. Sok beteg helyen voltam, mert pedig közösen kinyaltátok a kuktát. Mármint úgy írt az edényt. Igen, mert hogy a kukta nem volt ott. Senki ne értse félre. Ezt egy lencse ágyon tálalta, és akkor a harmadik, az pedig egy desszert volt, egy ilyen körtés, langyos pite, amit így megkérdezt előtt. És akkor hozta a tésztát, és akkor mondta, hogy masszírozd meg a tésztát, hogy nyújtsd ki. Langyos pite. Bebeteg. Hát, nem tudom, masszírozd hogy mit mondanék a tésztát. János, mit szólnál egy kis langyos pitéhez? Hát, csókolom. Lehet, hogy rossz elég csöngettem. De nem lehet, hogy Zsoltnak régen volt szexuális élete, hogy egy pitébe belelátja már ezt, megtálalja a forró lencsehabot, és akkor mondja, szexualizálja az ételt. Nem, hogy az ételek inspirálják, és szex közben is inspirálódik, és az ételekről eszébe jut, és akkor hát ha egyébként meg ránézel egy szép fonott kalácsra, hát mi az, ha nem, ha az, hát persze, hogy az, hát nézd rá, hogy milyen volt formája. Volt már olyan, összeesett a hűtő előtt. Kinyitott a hűtőt, és összeesett előtt, amikor benézett. Mennyi parizer. Basszus, hát most pont magam elé vizualizáltam egy fonott kalácsot, hát rohadtul semmi nem jut róla eszembe. Hát látod? A hasizmomon kívül. De nem, komolyan basszus, hogy nem tudok egy kalácsot szexualizálni, mert nem van a hiba lehet, de tényleg nem. Hát, egy... hát egyébként ez a pasi, ez indult a Konyhafőnök című sorozatban is, és ott is kiverte a biztosítékot, miután előadta, hogy a sárgarépa leves az osztrigával, és hogy hát hogyan kell ezt az osztrigát úgy megfogni, hogy az szétnyíljon, és ezt mindezt így élő adásban, hát az... de mindenkinek előadta, és hát ez olyan érzékletesen tálalta ezt az egész történetet, hogy mindenkinek fennakadtak a szemei. Tehát egyébként maga az este barom jó volt. Egy nagyon jó tettünk, és egyébként nagyon érdekes volt, hogy egy csomó olyan információt megosztottunk magunkról, amit azt gondoltam, hogy idegen emberek előtt nem feltétlenül vállalnánk föl. Érdekes volt. De ő kérdezett? Tehát, hogy ő próbált helyzetbe hozni, hogy mondjál magadról dolgokat? Mesélt, és szerintem még jobb lenne ez az est, hogyha ő kérdezne is, tehát, hogy nagyobb lenne az interakció, mert hogy így reagáltunk azokra a dolgokra, amiket ő mondott. Tehát, tulajdonképpen azt éreztem, hogy ez a kicsit ilyen annyira show volt. Igen, tehát, hogy ő annyira tele van élménnyel, és annyi, hogy is mondjam, annyi mindent tanult, meg tapasztalt erről az egészről, hogy ő ezt nagyon szívesen átadná, hogy mindenki, mindnyájan részesüljünk ebből a sok kérdezik, jóból. Kérdezik, hogy az este alatt nagyon sok piña colada fogyott el? Ez új kérdés, nagyon jó. és hát igen, nagyon sokszor hangsúlyozta, hogy igazából az, amit mi tudunk így a szexualitásról, meg amit mi csinálunk így általában otthon, ezek a hétköznapi szöszmötölések, hogy ennek sokkal nagyobb mélységei vannak, és akkor beszélt a magmegtartásról. Nagyon jó. Ez egy új, ez miközben keverte a csicserét. Csinálta a lencsehabot. Azt most egy picit a késleltetett magmegtartásos orgazmus. Ha ez egy új vonal a gasztronómiában, előbb-utóbb lehet, hogy a korhelyben is előfordulnak, hogy a Feri ottán rátámaszkodik az asztal, és azt mondja, hogy átállták-e már a csurgatott levesünket, illetve a csirke becsináltak, és utána ajánlanik egy kis tocsogaskor. És most néhány szó magunk megtartásról. És kézzel így állnának fel. Köszönjük szépen. Köszönjük, majd legközelebb viszontlátásra. De ez így elmesélve nyilván tök szürreális, de nagyon, ha ott vagy nagyon, benne, akkor azért nem volt ez annyira. De egy kicsit jó lehet, tehát egy oldott hangulatú este. Miért csak ezt feltettünk a bazilikában? Mi az? Miért? Oldott hangulat, hogy valaki te erről beszél olyan magunk. Én bírom minden mire, ami kimozgat a komfortzónámból, szerintem nem rossz. Beteg meg beteg. A Miro miről beszélt? Amikor azt mondtad, hogy így föloldódott. Például... A kalasnyikovok. Kettes ívtárral. Nem, beszélt például arról Zsolt, hogy van Amerikában egy pszichológus házaspár, akik évek óta együtt vannak, és hát már csak ilyen... Szex nélkül. Hát, nem is szex nélkül vannak együtt, hanem hát úgy megvannak, hát ilyen heti egy-két alkalommal így össze-össze bújnak, de hát már túl sok köszönet nincsen. Hát a szerelem. Micsoda? Heti egy-kettő? Hát így irigykedem. Hát az a leglobogóbb időszakomat idézni. Heti egy-kettő. Rohadjanak meg. Micsoda? Az nekik arról, hogy rohadjanak meg. Hát ott füstel a kanapéhoz. Az az újévi fogadalmat tettek, hogy egy éven keresztül minden nap összebújnak. De hogy meg lesz este 8-tól 9-ig
az időpont, és akkor ők szeretkezni fognak. És az nagyon-nagyon kényszeredetten indult az egész, és baromi izzadságszagú volt az eleje. De két hét után azt vették észre, hogy az intimitás újra kialakult közöttük, hogy sokkal jobban kommunikáltak a hétköznapokban, és hogy egyébként azt mondják szexuálpszichológusok, hogy ha kivész a szex a házasságból, tehát a szexel egy házasságot meg lehet menteni, mert ha kivész a szex belőle, akkor azzal együtt kivész a bizalom is, kivész az intimitás, kivész az egymásra hangolódás, a saját, illetve a másik szerethetőségbe vetett hit, és ez aláes egy csomó minden. De ha egyébként a szex rendben van, még úgy is, hogyha egyébként ezt programszerűen csináljátok, ez olyan, mint amikor állsz a tükör előtt, mindig mosolyogsz, és azt mondod, hogy jó kedvem van, Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Amerikai világsztárokról akarok megosztani veletek egy hírt. Ugye tudjuk, hogy ami Amerikából jön, az nagy divat, ők mindig előjárnak mindenben. Ha zenéről van szó, filmről van szó, akkor ilyen mérföldekkel leköröznek sokszor mindenkit. Holdra szállás, stb. Csipcsup dolgok. Felsorol a különböző neveket egy cikkben, Rihanna, Eminem, Gwen Stefani és még sokan mások, akik állítólagosan ugyanahhoz az amerikai masszőrnőhöz járnak. És ebben a masszőrnőben van egy dolog, ami megkülönbözteti őt a többi masszőrtől, méghozzá, hogy máshogy masszíroz. Mit tudhat? Meglepődtek a sztárok azon, és ezt le is nyilatkozták, Dr. Dotnak hívják egyébként a masszőrt. Ő egy masszőrnő, aki úgy masszőröz Kaliforniában. Várjál, nem egy félrefordítás, a doktor és pont. Nem az mondott vége volt. Doktor Dot. Doktor Dot. Igen. Pici csak az e-mail címemet mondtam. Igen, Doktor Dot. Nem itt kérdeztem. Doktor Dot. Szóval így hívják. Mindenki hozzájár most állítólag Hollywoodban, és óriási őrület van körülöttem. Ugyanis egy 48 éves nő, és úgy masszíroz, hogy közben beleharap a kliensek hátába. Tehát elmész hozzá, hogy te megmasszírozd a saját magad, és egyszer csak lapockán harap a nő. Oh. Ott volt nála már Eminem, mondom, Gwen Stefani, Rihanna, nagyon sokan járnak hozzám, és a nő azt mondja magáról, hogy egyébként Frank Zappának volt először szüksége arra, hogy megharapja, mert Zappa kérte, hogy harapja már meg, legyen szíves, és felajánlott ingyen koncertjeit a terapeutának. És a nő rájött, hogy ez a harapásos masszázs, ez baromi jól működik, és elkezdte harapdálni a világsztárokat. Tehát elment hozzá Eminem, levetköztette majdnem messze erre kisgatyába egy jó masszázs, és egyszer csak lapockán harapta. Ez szól előre, vagy ez a váratlanság? Hát szerintem azért ezt itt tudni lehet. Tehát, hogy valószínűleg ezért is mennek el hozzá. Igen, ezt most már lehet róla tudni. Ő azt mondja, hogy egyébként az anyukája kérte meg először, hogy masszírozza meg, még Frank Zappa előtt, és nem voltak elég erősek a kezei. És akkor az anyukája mondta, hogy nem baj, kislányom, harapj meg. Oh. És a kislány megharapta. És a Zappa is ezt kérte tőle, és rájött, hogy a harapással nagyobb erőt lehet kifejteni, harapdálja a sztárokat. És azoknak az, hogy mi van, ha te úgy mész el hozzá, hogy nem tudod. Azért ez egy érdekes dolog. Ugye? És egyszer csak belső combó harap. Tehát belső combó harap, mondjuk. Azért ez egy érdekes pillanat. Amikor először megharaphat el, mi nem ettét, tételezzük, hogy mondjuk nem tudott róla. Vagy Rihanna, vagy bárki. Igen, megpróbálsz elernyedni, egy picit átadni magadat az élménynek, egy kicsit relaxálni, így megtalálni így a belső nyugalmat, a békét, és egyszer csak egy irgalmatlan nagyot beleharap a combodba. Hát az kellemetlen. Igen, azt nyilatkozott ezen, hogy több amerikai bulvárlapban, műsorban is megszólalt. Nevek nélkül mondta, hogy van, aki például mellharapást kért tőle. Tehát már híre ment, járnak a sztárok hozzá haraptatni, mert hogy ez mennyire vérbőséget okoz, és milyen jó, és mennyire felfrissülnek tőle. Fáj egy kicsit, de egyébként nagyon frissít. És megkérdezték, hogy ki milyen harapást szeretne, és mondta, hogy vannak olyan sztárok, akik a mellbimbó és a mellharapását részesítették elő. Picit ezt nem a masszírozás élményért kérném, gondolom, jól néz ki a masszőrnő. Nem, van róla kép, nem. Igen. De hát figyelj, az élőnek megvannak a maga veszélye, elég, ha csak arra gondolok, hogy mit tudom, például a Feri háta kifakad. Na, egy harapásra. A pupomba. Ne harapja, de már akkor késő. A nő még nem tud megszólni. Az egy kicsi rágos felett. Na, de eszembe jutott erről egy dolog. Nem harapsz, add már ide a idegeneket. Kezed, hogy milyen. Most mi, meg akarod harapni? Igen, hogy meg elkezdelek masszírozni már... egy kicsit, csak a karodon. Karodon, és egyszer csak megharaplak. És egyszer csak belém marad. Igen, hogy már... Hát akkor meg a belső combom itt a lágyék. Jó, feszíts föl a púr. Ne. Kicsit itt masszíroz meg, és nem harap meg. Dobjunk rá még egy lapot, növeljük a tétet. Na?
téged is megharapjalak? Ja, ne, a világért se keverném bele magamat ebbe a sztoriba. Harapdod csak fel a Balázst. Na de mi a lap, amit rá akarsz dobni? Figyelj, hát menjél följebb. Azért mondom, hogy hát itt most voltam ilyen cross-training, és a lágyékomban ez a combizmom, ez nagyon meg van húzódva. Tehát ezt ott harapok a legjobban. De eszembe jutott az, hogy milyen pillanatokban vagyunk abban az élethelyzetben, amikor elmész, igénybe veszel bármilyen szolgáltatást, vagy elmész egy orvosi vizsgálatra, egy röntgenfelvételre, egy fogorvosi vizsgálatra, egy masszázsra, és nem teljesen azt kapod, amit kértél, vagy valami teljesen más dolog történik váratlanul. Számos ilyen példa van, ugye, amikor te tényleg elmész egy fogorvoshoz, amikor elmész röntgenezni, és nem ahhoz a lábadhoz nyúlnak, amikor nem azt kezdi el a doki neked kezelni, vagy megvizsgálni. Tehát olyan élethelyzeteket keresünk, amikor te igénybe vettél valamit, és nem teljesen az volt, amire te számítottál, nem teljesen azt kaptad, amire te vagy befizettél, vagy vártad, vagy elmondták neked, hogy az jó lesz. Hát nekem volt egy ilyen esetem, egészen konkrétan a fogorvosnál történt. Jó fogadat húztak ki. Igazából nem volt annyira rossz a fog, az STK-ról akkor szoktam le ennek az élménynek a hatására, mert hogy az történt, hogy bementem, és nekem ott volt egy orvosom, aki évek óta jártam már, és nagyon-nagyon elégedett voltam, mert mindig minden rendben volt, és de egy alkalommal nem volt bent, viszont nem volt helyettesíteni a főorvos úr, és nagyon megörültem neki, mondták, hogy a főorvos úr, hát ő a legnagyobb góriót, mindenhezért. Az ő főorvos, és bejött egy ilyen papa, és ezt nem, tényleg nem negatív értelemben mondom, mert csak egy idős fogorvos úr volt. Elkezdte fúrni az egyik ilyen nagy örlömet hátul, amivel probléma volt, és furta, és már egy olyan indokolatlan egyeresztem meg, hogy hozzá voltam szokó, hogyha egy pici lyukról van szó, akkor ez pikpak megvan, és már mehetek is. Furta. Mondta, hogy öblítsek, oda nyúltam a nyelvemmel, és éreztem, hogy nem az az oldal. Hogy nem, hanem hogy nincs fogad. Hogy egy picit, mintha kevés maradt volna a fogamból. És kiderült, nem fogjátok elhinni, hogy az utolsó munkanapja volt a főorvos úrnak, pont nyugdíj előtt volt. De mi is bosszú? És egy kicsit az egész sztori olyan volt, hogy na, még utoljára odaengedjük az öreget valakit. Annyira tipikus, hogy te voltál ott. Szétfaragta itt hátul a fogamat, mind a mai napig gyakorlatilag ilyen íny magasságban van a fogam ezért. És ezért leszel csak pépeset mindig. Igen, az egész fog gyakorlatilag egy hatalmas tömés, mert hogy nem marad belőle jóformán semmi. A papa az egészet úgy, ahogy van, elfúrta. De én nem volt indokolt? Tehát, hogy annyira rossz állapotban volt és a fog? És nem volt. Egyáltalán nem volt. Egy pici luk volt. És furta. És szinte már még hallottam, hogy mit tudom én, hogy elköszönnek tőle, megtapsolják, kap egy desszertet, egy csokor virágot, ezt megy haza. Ez volt az utolsó munkanapja, és ezt utána nekem így elmondta. Mondom, köszönöm szépen. És legyalult a fogam. És legyalult a fogam, gyakorlatilag és az új szintjéig. És amikor visszamentél, nem mondta a doki, de rég egy Jézus Isten. Mondta, Isten. Ezt, ki járt a maga szájába, János? Ha jól tudom, akkor a főorvos úr. De jó, hogy nem az első metszőfogaidat gyalult el, értem. János, egy kicsit úgy látom, kezdtük el nyúlásodni. Ragadozó fogsorra. Először mélyaltatásban nyúlok hozzá, fogához bealtat, tudod, és 3 órás műtét után fölkelsz. Azóta hidegre, melegre, mindenre érzékeny, de hogy ez egy 20 éves történet, tehát hogy azóta kínlodok vele. Ancsa, na, mi történt? A nagyon kedves barátnőmtől kaptam karácsonyra egy kupont. Na, a kupon, nagyon sok kuponos történet jön. Igen, hogy egy kozmetikus, mert valamilyen kaviáros, nagyon ilyen minőségi kis arcvakolást fogok kapni. Mert nagy nehezen a belvárosban megtaláltam egy ilyen pici ajtó, át kellett menni egy kis stúdión, és egy galéria szobába kellett fölmenni. Ott várt egy körülbelül 90 és a halál közötti mami. Ne. Mint kozmetikus, úgyhogy benéltem abba a csöpfület ilyen galéria szobába, ahol nyilván se egy foga semmi. Fogott egy ilyen teljesen fehér tégelyt, amiben nyilván volt valami, azt így mondta, feküdjek le, rám kente. Ezzel nem is lett volna nagyon baj, amúgy semmit nem csinált, se egy masszírozás, semmit, csak így rám kente. És elkezdtek ugye jönni hát így gondolom egy időpontra hívott még vagy 4-5 ember. És a pici kis galéria szobába bejöttek oda 5-en? Igen, körülbelül. Akkor néhányan doporogtak, néhánynak mondta, hogy na, üljön le. Akkor volt, akinek elkezdtek gyantázni az intim, tehát intim gyakorlatilag. Nem mondod, tehát voltatok egy kis szobában, te feküdtél egy ilyen kaviáros öntéssel a fejre, miközben valakinek fazongyantát csinált a néni 90 évesen? Oda kell menni, imádom. Volt még egy kis fekvő rész, akkor ott meg egy másik hölgynek megágasztott ilyen kis
hát valami vibráló valamit a fenekére, tehát az a nő is levetkőzött. Oh, hát én nem ezért a karrierjektere, ahol egy fazonjanta, egy fenékmasszáz, egy kaviáros nő fekszik hátul. Igen. És akkor még egy ketten-hárman meg ott álltak és vártak. Köszi, hogy elmondtad. Nincs amelyen Kriszta, hello Kriszta, jó reggel. 15 éves voltam, amikor az első nyári munkából úgy gondoltam, hogy elmegy kozmetikushoz, és megigazítottam a szemöldökömet, hogy szép legyen. Ő fogta, legyantázta az egészet, és megfestette. Mm-hmm. Ezzel a tartósabb festéke 3 hónapig gyönyörű volt, de hát azóta sem nőtt ki a szemöldököm. Nem mondod komolyan. De komolyan. Van 3-4 szál, de szó szerint. És most akkor minden reggel megrajzolod a szemöldöködet? Igen. Hát 25 éve emberünk minden nap eszedbe jut akkor tulajdonképpen, nem? Igen. Köszi, hogy elmondtad. Itt van még egy hallgatónk. Hello Petra, jó reggel, ciao. Sziasztok. Te térműtétre mentél volna, ugye? Igen, vagy hát oda indultál? Igen, én Debrecenbe indultam térműtétre, és én voltam pont az első, akit műtettek, és nagyon-nagyon izgultam, amikor bejött hozzám egy nővérke, és rajzolt egy nagy fekete alkoholos fiatal a lábamra egy nagyon nagy X-et. És kérdeztem, hogy ez miért szükséges, és mondta, hogy ezért, hogy ne tévesszék el, hogy melyik kérdezik fogják műteni. Jézusom, tehát oda ment, feküdtél az ágyon, és X-et rajzolt a lábadra. Igen. De a jó lábadra? Hát hál' Istennek a jó lábamra, de nagyon izgultam altatás előtt, hogy vajon melyik lábam azt fogják műteni. Atyaisten, fekete X-es. Most az X marad, vagy az X-et kell műteni? Igen. Azt szerintem azt kell műteni. Várj, és ott kell műteni, ahol az X van? Vagy... De jó, hát és erre, aztán jól azért műtetsz. Már nem figyeltek, igen, a combomra egy hatalmas X-et, hogy biztos eltalálják. Aha. De aztán de jót műtöttek ráadásul. Igen, hál' Istennek, jót műtöttek, és jól is sikerült. Ciao. Köszönöm. Hello. Kozmetikushoz mentem egy kicsit fogatlan, és mint menet közben kiderült, ex-BKV ellenőr fogadott. Intim gyantára mentem ugyan, de amikor felszólított, hogy forduljak a hasamra, és íziben húzzam szét a fenekem, inkább mutattam volna a bérletet. Feleségem haja lapockáig ért. A fodrásztól kis igazítást kért, az eredmény az lett, hogy hátul úgy felnyírta a haját a fodrász, hogy még a fejbőre is látszott. Gyuri küldte nekünk. 3 év az első szabadságomra, az első gyermek születése után kariajándék gyanánt kaptam a férjemtől egy masszázs kupont, úgy vártam, mint a messiást. Igor várt, az ukrán vízilabdás, aki mellesleg masszőr, 10 perc után könyörögtem az életemért, közben mesélt az ukrán örömlányok futtatásával kapcsolatos tudnivalókról. Júj, de gyönyörű. Hát egy szenzációs, van egy rendezvény, ahova elmehetsz. Akik aznap szakítanának ott azon a bulin, vagy akik, már szakították, vagy összetörték a szíved, vagy te törted össze valaki szívét, vagy túl vagy egy szakításon, és legszívesebben a hold felé nézve ordítanád, hogy nagyon fáj, vagy be akarod verni az utolsó szöget a haldokló kapcsolatodba, egy egyészakás kalanda, gyere el, és érezd jól magad friss szakítóként, aki most esett át egy nagy szakításon, sírjál a másik vállán, panaszkodj neki egy kicsit, mondd el másnak, hogy téged most hagytak ott, és legyél túl a szakításon. Erről szól a ma esti buli. Én ezt nagyon szeretem. Jó, de várjatok, hát az van, hogy akkor oda megy 500 olyan ember, aki ulla szomorú, mert ők is... Halálosan szomorú emberek lesznek. A válladon sírni, mert te is most szakítottál. Hát akkor... Na de néha jó valaki vállán sírni, úgyhogy a te válladon is sírnak, itt a harcosok klubjában, amikor bement ugye, és Meatloafot magához ölelte. Valószínű, hogy Máté Péter szól, hogy hát lassú dalok, kedvenc dalaid, amelyek, hát amire először lassúztál vele például, képzeld el azt. Azt lehet kérni. Hát egy szakítós napon azt meghallgatod, azt a dalt, hát telesírod a helyet térdig. Figyelj, ez szakítós, hallgass meg! Ott álltok a pultnál. Ott álltok a pultnál, megjövök én. Te már ott ülsz a pultnál, mert frissen szakítottál. Tökéletes. Megkérdezem, te miért sírsz? Én erre ismerkedtem meg vele, Almádiban. De nem így mondod. Ja. Én erre ismerkedtem meg vele Almádiban. Szia, Tündérke. Szia, Pisti vagyok. Igen? Ez itt nem két pinyakoládát, nekem már az se baj. Összetört női szívek között vadászni... A zavarosban. Sebzett vad, az már nem fut beszél. Nagyon tudtam régen. Én feltettem a sebzett vad lemezt, és ott nagyon-nagyon-nagyon mentem. De amúgy meg az ötlet is óriás. Ilyen eredeti bulikat, ilyen eredeti tematikus bulikat kitalálni, és most itt a szervezők nagyon belenyúltak ebbe a témába. Egyébként jó, de tényleg jó, igen. Na, ott ülsz a bárpultán. Ja, nem állj meg, ne. Felkészülj. Mi vagy, fiú vagy? Lány vagy, jó. Szia, Tündérke. Szia, nem Tündérke vagyok, Jacqueline. 5000 óra vagy. Először is törőd meg az óra. Valami nagyon csúnya kézzük.
Jacqueline. Ah, még mindig olyan. Tudod, ki vagyok én, Jacqueline. Nem, de... Most ne haragudj, nem vagyok olyan állapotban. A Gusti dobott. Mindig minden, be voltam rá a gyorskot, jó száma vittem egy meges levest, meg tömegnövelőt is. Jacqueline. Ez a mocskos szemét. Jacqueline, megnyugtatlak. Nyugtasd őt, ugor. Én vagyok a torok kéméseprője. Oké, okay, szóval hát minden szakítóra kitartás, nagy erőt, sok erőt kívánunk, hogy túléljétek a mai bulit. Mi nagyon szeretjük, persze nem azokon röhögünk, akik most készülnek szakítani, csak megpróbáltak elmondani. Most rúgtak ki. Ezt a bulit, igen. Két éve szingli vagyok, de ezektől a számoktól nekem is szerelmi bánatom lett, díjat küldenek. Nemrég készült magyar felmérés alapján csak Magyarországon naponta több ezer pár szakít, és ti érzéketlen bunkok még meg is bőgetitek őket. Még mindig királyok vagytok, pacsi nektek. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Hallottátok az Ákos hírét a kanadai fura a hangot? Pingről. A kanadai fura pingről. A pingről. A kanadai fura pingről. De pinget mond, aki mondja odalent. Tehát van egy hír, Ákos, ha hallasz bennünket hozzáról, létsz, hogy van egy fura hang, ami azt mondja, hogy ping. Ping. Van. És jelentették a kanadaiak. Félasztali tenisz. Igen, valaki nagyon partnert vár, nincs partnere. Nincs partnere az asztali teniszet. Tehát mi lehet az a hang, ami azt mondja, hogy ping? Igen, valami szurdokból jön a hang állítólag, és hogy mindenki most attól tart, hogy ez el fog írjasztani az állatokat. Igen, az ország észak-keleti sarkvidékén élőket aggodalommal tölt el a tengermélyéről érkező hang. Aha. Azt mondja a hang, hogy ping. Aha. És ettől megijed a bálna, és elmegy. Igen. És ettől megijed a bálna, és elmegy, így van. Így Ákos behozta. Egy durva balkonyal, és már ott sincs a bálna. Hát mondjuk te is összeszarnád magad egy jó pingtől. Hát egy jó ping, hát. A hangokat már nem hajósok is hallották. Hajósok is hallották. Attól félek, hogy a hang eriaszi az állatokat, így nem tudnak vadászni. Aha, már halászni. Hát itt most vadászat van írva. Ja. De hát gondolom a vadászat és a halászat ja, sokszor ugyanaz. Igen, mert hogy vannak olyan állatok, amik halakat esznek, és akkor ők erre vadásznak. Így van, és azt mondja a hang, hogy ping. Mi lehet ez? Mi lehet ez hát... a rejtélyes hang, ami azt mondja, hogy ping? Nem lehet, hogy valamilyen állat hárfázni tanul, vagy csak egyelőre egy kultus pengedni, ping. És még csak az elején tartott ping. Ping. Apró kicsi jelekkel jönnek ezek. Először a hanggal kezdik, hogy meggyőzzenek benneteket kétkedőknek. Aztán majd utána. Ja, hogy ő egy ufau. Egy ufokok. Ufokok is lehetnek. Nem, csak jeleztem, hogy megint egy érdekes dolog. Tehát, hogy azért valljuk őszintén, tehát, hogyha valaki el akar rejtőzni a bolygónkon, akkor annak ott vannak a feltérképezetlen óceánok, azoknak a legmélyebb pontjaira elhelyezkedik a hajójával, és akkor onnan küld egy jelet, és meglátja, vagy megvárja, hogy mi lesz a reakció. Mondjuk én nem tudom, hogy mi lesz a reakció. Azok hát nem jön. Érdekes, hogy pont a kanadai védelmi miniszter számolt be arról, hogy mi történt. De igen, ez azt jelenti, hogy mindenki iszik. Tehát Kanadában nagyon sok probléma van, mert a kanadai védelmi miniszter beszámolt arról, hogy ő ugye hozzák nyilvánosságra az UFO aktákat. Én ezt tudom, sok South Park része épül erre, hogy a kanadaiak beszámítanak. Egy védelmi miniszter mondta, hogy hozzák az UFO aktákat nyilvánosságra, mert most már a lakosságnak tudnia kéne arról, hogy mi történik. Majd jön egy rejtélyes hang Kanadából, ami azt mondja, hogy ping. Érted? Bármi más mondhatna, de ő azt mondja, hogy ping. Hoppá. Szerintem megelőző atomcsapást mérnünk. Érted? Tehát ő pinget mond. Bármilyen fura hangot adhatna. Aha, mégis azt mondja, hogy ping. Igen, bármi lenne. Gyanús ez. Gyanús. És ez is éppen Kanadában történik. Aha, először a kanadai védelmi miniszternek kiborulása, majd a fura hang Kanadából. De miért nem az, hogy frávrong? Nem? Vagy plontyoik. Miért nem mondja azt, hogy plontyoik? Zsabatyek? Ha bejön lennél? Zsabatyeket nem értem, a plontyoikat megértem. Krasánd! Miért nem azt, hogy krasánd? De miért nem vlontyifek? Igen, de miért pont pink? Pink? Miért pont pink? Lehet, hogy pinket akart mondani, rózsaszín pink, mert ugye hát az egy szlenges is egyébként, hogy mutass egy pinket. Tehát lehet, hogy pinket akart mondani, a csak pink. A hajósoknak nem mondasz, hogy mutass egy az pinket. Az is igaz, hogy a hajósoknak nem mondod, hogy pink, és akkor minden hajós mutat egy pinket. Mit csináltad, Fili? Hát azt hallottuk a tengermélyről, hogy pink. Az nem, pink volt, hülye. Az nem lehet, hogy egy hímcet fölött elúszott egy nőstény, ő felnézett, és azt mondta, pink. De nem egyszer mondta, ez több pink. Érted? Ja, több. Aha, akkor egy egész raj volt. Hát mi volt az, amikor valami fura hangot játszottunk be nektek? Én megmutattam nektek. Az egy legendás megszólalásunk volt. Igen, megmutattam, hogy milyen fura hangok és jönnek az óceánból. Én emlékszem, hogy ez meggyőző csak volt. Nem tudom már hol, tehát szívesen bejátszanám nektek, hogy fura hangok az óceán mélyéről.
És ugye mindig az óceán mélyéről jönnek ezek a furalmok. Mindig onnan. Tehát ott mindig egy csomó azonosítatlan dolog van. Ha bármi mást mondana, akkor nem lovagolná rajta? Tehát a ping az, ami ilyen... Szerintem itt a ping a lényeg. Tehát a ping szócskát kell megfejteni. A pong az már nem, a ping. Miért mindig az óceánból jön? Na hát ez meg a másik. Miért nem nincs erdőből például? Vagy mert ott van rúcájsz. Ott nincs ufó. Fon keresi pinget írja. Putyin kell megkérdezni. Egy valószínű, a Putyin is benne van. Egyébként. A Putyin is benne van. Hát ezt most hallottátok, hogy Steven Seagal rossz állampolgárságot kapott. Story. Hát kevesebbet kell adózni. Igen, ja, mondjuk ez is igaz, így van. Lásd ugye Gerard Depardieu-t, értve vagy Dennis Rodman-t, hogy miért... Rodman is orosz? Hát ő is előszeretette járkált arrafele. Ja, még mondjuk, várja, ő Észak-Koreában. Nem, ők összekevertem a két. Aha. Nem véletlenül. De hogy miért örül meg mindenki így öregkorára? Nem ide. Visszatérve a pingre. Kérlek, ne vedd túl komolyan. Ebből bármi lehet. Most állítólag egy nukleáris robbanófejet is talált egy búvár. Arról is olvastam. Nem lehet, a kettő között összefüggés van? A ping és a nukleáris robbanófej között? Igen. Hogy ugyanott találta meg a nukleáris robbanófejet? A sűrített levegős szigonypisztolyát nekiütötte az atombombának, és ez adta a pinges hangot. Igen. Hát... Nagyon sok fura dolog történik most. Nekem a Facebookon átküldött valaki egy videót, egy újabb bizonyítékot arról, hogy vannak ufókok, repülők repülnek kötelékben, egy barom érdekes, és ez követi őket. Még nem annyira. És követi őket valami, ami nem repülő, és ugyanolyan gyorsan repül, mint a repülők, egy ideig követi, és aztán egyszer csak egyik pillanatról a másikra eltűnik. Én már nem foglalkozom ilyen videókkal, hogy ez most hamisítvány vagy nem, de minden esetre érdekes. A videó önmagában nem bizonyít semmit. Tessék? Nem lehet, hogy egy madár követte őket, ami majdnem ugyanolyan gyors, mint ő. Igen, csak közelebb van hozzád az objektívhez, ugye? És akkor ugyanakkorának látod, mint a repcsi. Uh-huh. És akkor tűnt el, amikor bekapcsolták az utánégetőt. Én nem tudom egyébként, hogy mikor fogják ezeket most már nyilvánosságra hozni, de múltkor beszéltünk WikiLeaks aktákról, ahol igen, szintén ugye a szóvá tették az ufókok aktáját. Hogy most már itt lenne az ideje kiállni mindenkinek. És az Obama is, meg hogy rengetegen tudnak róla, csak egyszerűen valamiért nem mondják. Hát, aha. Eljött az idő. Hogy most már ne csak ilyen pingek legyenek, hanem végre mondják el, hogy valójában mit kell tudnunk. Egyet tudok, hogy a paksi szerződések előtt. A paksi szerződések előtt mutassák meg? Igen, előtt fogják megmutatni ezeket, az biztos. Mert? Hát ezeket a mi életünkben már úgyse fogjuk. Tehát először jönnek az ufókok, az akták, és utána jön maga a paksi szerződés. Abba úgy se láthatsz. Úgy se láthatsz nagyon meg. Átküldted, Anna? Ja, itt van már a Zsülnél egyébként? Uh-huh. Itt van. De megmutatom azt a hangot, azt a bizonyos hangot, ami szintén a tenger mélyéről jött. Ó, de jó, hát, végre. Hát a ping. Hogy van-e benne ping? Na már, a hang, itt van. Tessék? Jó, oké, itt teker bele, és akkor megmutatjuk itt magát, csak a hangot. Nem a Zsülkeszörült a torkát? A ez hang. Már az volt? Ez? Ja. Hallgasd? Erőlegjél, tényleg ja, ez. Bocsán. Várjál, közben felvételről megyünk. Kiból? Ez már a hang. Hallgass. Hát ott hallottam volt. Már ilyen. Csak nagy kádvízbe fürögtél. Igen, jó. Ott volt. Jön még egyszer. Jön már, figyelj. Figyelj. Ott volt, megint ott volt. Na ez az a bizonyos hang. Ez már 2011-ben megmutattuk. Nálad sűrűben jönnek. Ja, vagy hallgassak. Ott van. Hát én befostam, ez nagyon durva. Na, tessék, akkor ezt magyarázzátok meg, hogy az milyen hang lesz? Ez blúgy volt. Tessék? Ez blúgy volt, klasszik, ez nem ping. Klasszikus blúgy volt. Nem, hát ez is egy tenger mélyéről jövő hang. És a háttérben van egy ilyen fémes... Igen, ez nem ping volt. Ez nem ping volt. A ping az új. Ez is a furcsa hangok kategóriájába tartozik. És ezt se tudták azóta sem megmagyarázni, hogy alapjában mit vettek a szonárok, mi volt ez a hang. Renyhelyen biztos voltanak a szertnek, aki nagyon durván bealgázott, és abból áradt ez a hang. Ebben biztos vagyok, mert ez nagyon bludgyos volt. Tehát, hogy nem idegen erőket sejtesz itt? Igen. Csak egy sima, és utána sima több más ámbrát lehetett találni a parton. Na mindegy, jó. Oké, hát kíváncsi vagyok. Az a baj, hogy az ilyen történeteknek soha nincs folytatása. Nincs. Nem? Tehát egyszer meghatod, hogy ping, és utána nem hallasz arról többet, hogy mi történt a kanadai vadászokkal. Nem lehet ez véletlen, ugye, hogy nincs folytatás. Azért rakjuk össze. Tehát, hogy az összes UFO sztorid az itt van, hogy van egy valami, azt meghallgatjuk, és vége. Biztos vagyok benne, hogy emögeti a KT, a kanadai távirítő iroda áll. Tudod, ilyen borka szezon van, és akkor kitalálnak egy ilyet, és utána pedig az egész.
az egész világ átveszi a hírt, és mindenhol írnak a titokzatos pink hangról. De hogy az Ákos is bekajálja? Jó, de akkor ti, mint racionális gondolkodók, mit mondtok, hogy mi lehet? Tehát mi a magyarázatotok? A pink, hát ez a szonár hangja. A tenger alatt járó. Ha? Ping. Lehet, nem? Lehet, hogy csak mélységet mértek, tényleg. Elúszott egy tenger alatt járó, mélységmérőt bekapcsolták, és akkor szépen akkor, amikor a tenger fenékről visszaverődött a jel. Ping. Mutattunk egy olyan anyagot is, arra is emlékezhettek, amikor meg kiderült, hogy a delfinek beszélnek. Igen. Arra emlékeztek például? Igen, igen. És amikor a delfin mondta, hogy get out of the water. Hát nektek már semmi se elég. Ott meg azt próbáltak bebizonyítani, hogy mennyire intelligensek a delfinek, és ő szól, hogy szállja ki a vízből. Uh-huh. Az nincs meg az az anyag véletlenül? A delfin veszélyes. Hogy veszélyes a vízben lenni, igen. És akkor arról próbáltalak meggyőzni, hogy higgyétek el, hogy az állatok is próbálnak velünk kommunikálni. És ott a delfin elmondta, hogy szállj ki a vízből. Igen. És akkor ez most megint valami állat? Nem tudom, de az is egy érdekes dolog volt. Na jó, mindegy, oké, nem lehet benneteket erről meggyőzni. Olvastátok, hogy mi történt a Facebookon? Van egy magyar reklám. A te oldalad az semmi. Hát az én oldalam, azt nem olvashatod, mert az én oldalam semmi nem történik, és így is 5000-eket tövök egy nap. De nézd, meg nézi a Facebookot, tehát nem cserélt a semmit, de nézi, szerzi róla az infót. Na, fasz. Hogy tetszik mondani? Én leginkább csöcsöket nézek, de hát ízlés dolga, ahogy érzem. Én ezt nézem, ezt nem lehet kimondani. Na, most mi van? Hát én ezt nézem. Na. Hát ez pörget, ezt Kifi pörget. Jani a csöcsöket nézi. Én más nézek. Nem figyelem. Nem az én Facebook oldalamon láttam, hanem Laci mondta, hogy elindult a Facebook oldalon egy magyar reklámnak köszönhetően, illetve pontosabban egy reklámnak köszönhetően Ábel ellen hadjárat indult a Facebookon. Mi az az Ábel? Hogy a rengeteg? Mi bajuk van, Anita? Miért csöcsögetik szegény Anita? Van ez a Fluimuci reklám, nem tudom, hogy ez megvan-e. És így van benne egy Fluimuci, punciumil. Nem olyan, mint valami súnamosok. Fluimuci. A bulamosó. Fluimuci, de neve is nagyon beteg. Na, és az a lényeg, hogy van benne egy kisfiú, akit konkrétan szegényt, hát nagyon rituálisan ki akarják végezni a Facebookon, és létrehoztak egy eseményt a Fluimuci lábel virtuális kivégzésére. Ugyanis ő mindig azt kérdezi, hogy miért? Nem láttatok ezt a reklámot? Nem. Egy idő után baromi idegesítő. És milyen barátságtalan ez a Facebook közeg. Létrejött ezért egy oldal, hogy a kisfiút virtuálisan végezzék ki. Rettetesen beteg, ha belegondolok. Persze. Idegesítő a csávó? Hát csávó, nem, de egy kisfiú igazából. Egyébként persze, tehát nyilván neki ez a karakter a reklámon, az így szól. Ezzel úr, most egy gyógyszerészét. Már nem. Most mindegy, így ezt mondja. Ábel! Ábel. Jaj, drága. Gyere, vegyük be a mucil, Flui. Mert amikor mucilosan köhögünk... Várjál, összemosod. Ez nagyon... Mi van? Mi az Isten történik? Mi van? Ez most nem indul el rendesen? Vagy mi van? Én hallottam a kisfiú hangjadban egy pillanatot. De miért? Szoktunk bevenni. De miért? Mert ilyenkor letapad a tüdőd a tüdődben, amit fel kell oldani, és akkor hurutosan ezt csinálja. Anyának is értettad, amikor kicsi volt. Most is ezt... Tehát miért kell, hogy egy reklám, egyébként tényleg idegesítő legyen a gyerek, valami nem indul el rendesen. Mert aranyos. Tessék? Aranyos. Kicsi vagy, nem. Vagy a, de hát az aggódó gyermek az anyjáért, hogy anyja, neked is volt a tüdőd, ja. Letapadt váladék. Igen. De miért? De neked is ilyen színe volt. És a kicsi, az a lényeg, hogy a kisgyerek mindenre azt kérdezi, hogy miért, miért, és ötször megkérdezi, hogy miért. Érdeklődő típus. És hogy valószínűleg ez így van kitalálva egyébként, jól van kitalálva, hogy te megjegyezd a gyereket, hogy téged baromira idegesít, nem? De nekünk is volt ilyen. Hát nem emlékeztek rá? Hát gyere, vegyük be a Fluim. Mindegy? De miért? Mert amikor hurutosan köhögünk, Fluimucil. Ja, igen. De miért? Mert ilyenkor letapad a váladék a tüdőd. És akkor itt mondja el újra, de miért, de miért, de miért, és a hatodszorra már valóban nagyon ütnéd egyébként. Nem tudom, hogy magyar vagy külföldi, mert nem láttam a 100-100-100 szinkron. És a rituálisan akarják őt virtuálisan kivégezni a Facebookon, mert több ezren vannak ebben a csoportban. Ez egy ilyen barátságos közeg ez a Facebook egyébként, az gondolkodó. Hát jó, mondjuk fárasztó lehet egy ilyen kis gyerek. Ha, de jó, ez egy kitalált karakter, nyilván nagyon aranyos, intelligens, értelmes, és egyébként az első mondatból megérti, nem kell azt neki mondani, nem érted, mert különben nem szakadt fel! Nem de beszélsz te... így a gyerekeddel. Mi? A, kettő, de, a, nem. De. Menj oda! Nem, ez valami parodia. Nem, ez már. Most mondta el anyát, kussolját! Jó, ezt hallgassuk meg. Oké, ezt hallgassuk meg, azt mondja. De angyalom,
Na mit rosszul alkottál, ma drága? Gyere kisfiam, adok egy Xanaxot. De miért? Menj oda. Azért, hogy befogd már a pofádat, kurva idegesítő vagy kisfiam. Ne, azt mondom, előtt hallgassuk végig, aztán adjuk le. Most hallgassuk végig, aztán lehagyjuk. De miért? Anyad picsaja. Azért mondom, hogy előtte hallgassuk meg. Te hülye gyerek. Mit hallgattad? Nem hallgattad ezt meg? Jó, dobj egy lájkot is. Ne. Ne lángatjuk az oroszlán bajszát. De miért? Úristen. Na, nem hallgattad meg? De szerintem miért? Elértük nem. Az üzemi hőfokot. Na, végre elértük az üzemi hőfokot. Végre úgy érzem, hogy elindult az adás. Aha. Na, most értük el az üzemi hőfokot. Írjátok meg, hogy mivel kerget őrületbe a gyereketek, jó? Jó. De nem csak ő egyébként, tehát hogy ez valójában őszinte, nekünk is volt egy reklámunk. Emlékeztek? Amit itt toltunk ezerszer, ott én ott éreztem, hogy legszívesebben neki futásból pofán verném. Igen, Karcsika. Én! Emlékeztek? És megjegyezted legalább a terméket? Nem, fogalmam sincs. Fogalmam sincs, hogy mi volt, csak annyira előttem volt a kis eminens, aki majd kiesik a padból, és jelentkezik, hogy ő akar válaszolni, ne létszi, ne merjön. Ne, előtte hallgassuk már meg. Azt csinálja most. Aha. Vagy hogy ezeket így találják ki, nem? Igen. Tehát ez a lényeg, hogy legyen benne egy olyan karakter, akin te felhúzod magad. Mondjuk én ebbár düböl se vennék ilyen terméket egyébként soha. Tehát, hogyha egyetlen egy termék lenne, ami a gyerek... Tessék? De miért nem vennél ilyen terméket? Szóval, hogy én annyira egy termék ellen tudok egyébként hangolódni ilyenkor. Ti hogy vagytok, nektek ez inkább működik, vagy inkább ellene hangol? Mert én már mondom, ha ez egyetlen termék lenne kölgés ellen, akkor se venném meg a gyereknek. De ezt az egyet ismered, tehát ezt fogod megvenni, érted? Ugyan a gyereket gyűlölöd, vagy a reklámot magát, de beépül a név. Érted? Köhögés ellen mi az, amit gyűlölsz? Igen. Na. Ez az egy, amit ismerek köhögésre. Jó, de nem szereted meg a terméket. De meg fogod venni, mert bemész csak a gyógyszertára. Csak azt jegyzed meg, hogy ebben van az irritáló kiskölyök. Igen, meg azt jegyzed meg, hogy ez köhögésre jó, és ezt fogod megvenni. Mert van egy másik ugyanilyen, a tuszin végű, ami a köhögős reklám, ott is egy kicslány van, és azt is én megjegyeztem. Uh-huh. És bemegyek köhögök, már úgy megyek be, adjon egy tuszint. Neked ki volt ilyen gyerekkorban ilyen korszak a gyereketeknél? Volt, ez kimaradt. Nem volt ennyire idegesítő és ennyire emlékezetes, hogy ez így megmaradt volna. Ez a miért korszak? Soma még mindig csinálja. Tényleg? Tehát mindig még egy újabb kérdés. Tehát azért tesszük föl a kenyeret, mert hogyha lehagyod, belemászik a hangya. De miért? Azért, mert a hangya szereti a kenyeret. De miért? Azért, mert ő is éhes. Uh-huh. Érted? És végletekig tudja nyomni a gyerek. Ugyanígy. Mert ő kíváncsi. De miért? Ha szarnapod van, gondolj be, hogy valakinek ábel a gyereke. Igen. De miért írja a kérdezi? Miért írjuk meg, hogy mivel kerget őrületbe a gyerek? Miért? Na jó, drága hallgatók, nyilván mindenkinek volt ilyen, amikor gyereket nevelt, hogy volt egy pont, amikor úgy érezte, hogy meg tudná ölni a saját gyerekét, és kitagadja, és elzavarja, és elküldi otthonról. Ha emlékeztek erre a pontra, és az a miért korszak volt, akkor nyugodtan írjátok meg, vagy azt, hogy mikor volt az a pillanat a gyermeknevelésben, amikor úgy gondoltátok, hogy tényleg nem bírjátok tovább Cérnával, és most jött el az a pillanat, hogy felkötitek magatokat, hogy felakasztjátok magatokat, hogy diszidáltok, hogy elmenekültök, hogy egyszer nem mentek haza. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:09 múlt pontosan 3 perc, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egy jó kis hunafreki. Jó kis hunafreki. Tessék lájkolni, mert ugye az első azt mondja, hogy a hunadal már több mint 1 millió fölött van, a hunanyár az olyan 500 000 körül, hát a legfrissebb Polgár Petis tétel ugye a hunafreki, ez még csak 200 000 környékén jár. Tehát tessék nyugodtan lájkolni, a Petinek nagyon jól esik, ez nagyon-nagyon jó visszajelzés a számára. Másfél milliós nézettség, akkor 3-at összerakod. Ugye? Az már fizet? Szerintem, hogy csak egynél van meg az 1 millió akkor. Tehát igen? Nem tudom összevonni őket. Jó, és én ne felejts el senki a mondást, elsősorban a polgármestereknek mondom, illetve a jegyzőknek, hogy nincsen falunap Polgár Peti nélkül. Így van. Egyetlen falu napot se jegyeznek, ahol még nem lépett fel Polgár Peti. Igen. Van falunap, de nem olyan. Onnantól falunap, igen. Onnantól így kerül a falunap eléről meg a végéről az idézőjel, hogy a Polgár Peti is fellépett már ott a nagy színpadon. Na, onnantól igaz ilyen falunap, így van. Na nézzünk gyorsan egy-két SMS, mit írnak a hallgatóink idegesítő reklámok és idegesítő gyerekekkel kapcsolatban.
Valamiért a kokkolinó maci bosszan gyermekkoromot rettenetesen nem tudom idegesíteni, de nem bírom elviselni. Egyszer kész fejjel hozzávágtam a vastag talpú sörös poharat, hirtelen felindulásból a tévéhez. Utána egy darabig nem láttam Genyolino reklámot. Mert nem egyértelmű a szexuális identitása, hogy finoman fogalmazzak, ugye? Gondoljatok csak, rá csukjátok be a szemetek, és gondoljatok a macira. Aha. Lány. Hát mikor, hogy? Az egy kisebbik fiúcskám 7 éves, időnként még most is kiborítóan tud viselkedni. 4-5 évesen, ha valamit szeretett volna kapni, például a vacsi közben vizet, nem azt mondta, hogy kérek vizet, elkezdtem mondani, hogy víz, 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 ez addig, amíg meg nem kapta. Persze mai napig csinál hasonlót, és ilyenkor érzem, hogy kivágom, mint a macskát. Vagy iszom egy felest, mindig az utóbbi győz. Pénz, pénz, pénz. Marcsi küldte nekünk. A mi kislányunk élő fogamzásgátlóként működött egy évig, mindig akkor kereste anyát pont. De miért? Idegesítő volt, a kislányunk 3 éves volt akkor. Az én kislányomat úgy hívták az új szomszédok, hogy a miért kislány, válaszolni kellett mindig, bár egyetemet végzett, hiszem, hogy hozzájárultam vele. Zsani küldte nekünk. A miért korszak bár borzasztóan idegesítő tud lenni, a gyermek pszichés fejlődésében elengedhetetlen, ilyenkor kap válaszokat és behelyezi a dolgokat a fogalmi rendszerébe. Cérna vastag legyen az idegszál, ezt írja egy hallgató. Hova helyezel? Mit? Hosszú. Ping. Aha, azt értem. Igen. Nálunk fogmosás közben volt, a kislányunk kérdezte, hogy kinek jött ki az aranyere, akkor vettük észre, hogy a kád szélén maradt a reparon. Én csak annyit mondtam, azért kellett anyátoknak, mert nagy volt a fejetek. A kád szélén maradt a reparon. A kád szélén maradt a reparon. Lejött a duma. Atya úr. Anya, miért húzcsékot a repülő? Azért mert. És fél óron van még mindig a repülő, és a miért volt a téma, amikor már kigoogliztam az összes lehetséges választ, és nyugodtan léptem volna tovább. Az én gyönyörű kékszemű fiam felnézett az égre, és azt mondta, de miért? Mire a pedagógiai csúcsáról leüvöltöttem, azért, mert azt mondtam, mély meg. Azt hittem, megütöm. Ezt Ani küldte nekünk. Na, szóval eszembe jutott, hogy mit mondott ez a pszichológus egyébként. Hogy? Hogy azt mondta, hogy a szülőknél az első 7 év az valójában egy krízis helyzet. Amit igyekszel megoldani napról. Amit igyekszel megoldani, és amikor a gyerek elkezd iskolába menni, és már tud önállóan dönteni, és kicsit megpróbál, vagy elkezd leválni a szülőről, akkor hárul el a krízis helyzet, de az első 7 év az valójában a szülőknél egy krízis helyzet. De miért? Zsák szarért. Na, hát akkor tessék. Ennyi. Tessék, Pistike, menj a szobádba, az evészgesd apád válaszát. Jó nagy zsák szarért. Akarsz még valamit kérdezni? Na, akkor ne egy füttyögi, hanem húzzál vissza a szobádba. Egy Wildling fosért. Örülj, hogy csak ennyit kapjál. Húzzál a szobádba, azt pakod össze a szobádba, de kettő olyat rád verek, hogy anyát si ismered. Igen, mint a lesz a tapéten. Inkább tarul meg bekötni a cipődet. Szóval ez tök érdekes volt, hogy ugye az első 1-2 évben nem alszol, veszeket, aztán elkezd bölcsibe menni, aztán oviba megy, aztán mi történik az oviba, hogy éled meg, hogy az anyám mennyire kiborul, és az első 7 évre írta, hogy valójában egy ilyen kimondatlan krízis helyzet, amikor iskolás lesz, akkor azért már persze önállóan jön, megy, öltözik, dönt, rábízhatsz dolgokat. Hát akkor már azért egyébként tényleg így vált, az iskolás gyerekek azért azok már nagyobbak. Egyszerűbb velük szerintem sokkal, nyilván komplexebbek a problémáik. Vannak otthon. Kevesebbet vannak otthon, már nincs kevesebbet otthon az óvi, hogy az iskola hát a között is különbség. Ugyanúgy ott van, az óvodában, hát is hát van igen, az óviban. Igen, de ott nincsen tanulószoba, meg ilyenek. Hát de ugyanúgy 4 kózod a suliból. Hát ki kor. Mikor, öcsi? Hát ki mikor, te mikor, akkor? Te meddig vagy bent, hatig? Holnap este jövünk, virág. A fiam olyan kibírhatatlan volt az első 2 évben, hogyha ő lett volna az első gyerek, akkor tuti egyke marad ide. Én úgy szeretem, amikor szülők ezt így felmerik vállalni, hogy miért elviselhetetlen a saját gyerekük, vagy miért volt az, és nem mindenhol mindenkinek ilyen lila köd van, meg rózsaszín, hogy jaj, nekünk nem volt egy, még sose volt. De ez tök jó szerintem, amikor ezt így szülők felvállalják. Sziasztok, én annak idején 4-szer kérdeztem meg édesapámtól, hogy miért 5-re pofont kaptam. Tisztán emlékszem rá. Írja meg, hogy miért idegesít a gyerek, de miért? Igen, köszönjük az SMS-eket. Szóval igen, drága szülők, ez egy krízis helyzet, amit meg kell oldani. Ezt mondta a doktor úr. Köszönjük neki. Aha. De miért van akkor az, hogy a 6 éves gyerek jön, hogy apa kösd be a cipőmet, mondod, hogy egyrészt már tudsz kötni, másrészt meg a tépőzáras van rajtad, aha, de akkor is. Na? Mert a gondoskodást igényli. Amikor a tépőzárat nem különbözheti meg a fűzőtől 7 évesen, nagy akkor én kisegítőbe küldeném. Még csak 6, ja? Beírattuk. Aha. Érdemes lenne a gyereket megnézetni. Apa, beköltél a cipőm, de kisfiam, ez tépőzár. Apa, beköltél a cipőm, mondom, de kisfiam, ez tépőzár. De miért, apa? Ja, és apa, még egy, beköltél a cipőm. Lehet, hogy az érdemes azért. Érdemes rákérdezni, hogy úgy fejlődik az a gyerek. Biztos rendben van-e minden. Fejlődnie kell. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt
a Best of Morning Show. Egy téma. 8 óra után vagyunk? Már 8 óra után vagyunk. Uh-huh. Ja, igen. Akkor most már nyugodtan beszélhetünk. Át akartam adni egy üzenetet. Nekem? Igen. Kinek nyaljam ki miért? Mit? Na, csak a szokásos. Mond, igen, csak jó. Csak a seg... Valamelyik nap elvittük Balást egy ilyen finom körre repülőtérre, amikor jöttünk vissza Barcelonából, és Balázs ül hátul az autóban, és azt mondja, hogy Féltőcsa? Mondom, mi van, hagyjál Nezsiba? Azt mondja, hogy nézessétek meg hátul a hátsó futóművet, mert egy picit és azt mondja, hogy valami ott van, valami ott egy kis zörgés. És akkor mondom, oda súgtam Móninak, hogy nem csak a roveres, cintelések, most próbálom. Azokat a pillantásokat, amit kaptam, levittek a B bejárattól, levittek a kocsimig. Igen. Ki egy fekvőrendőrűt, nem mondtam, hogy lóg a hátsó futóművetek, nézzétek meg. És lesújt a pillantások. Nem az, hogy valami, hogy zörög. Igen, a szilentek, hogy zörög. Igen, hogy meg kell nézni. És tegnap elvittük, ugye volt egy kis éves átvizsgálás az autónak, és mondom, hagy örüljön már, mondom, ha nincs igaza, akkor behozom holnap, és, vagy másnap, és akkor majd romát cinkelem, mondom, ez is jó lesz. Megnézték, és basszus, tényleg volt valami. Tehát, hogy én már látom, hogy ez a műsorvezetés, ez a himó, milyen műsorbegyártás, meg mit a rádiózás, ez nem jön be, akkor tényleg elmehetnél ilyen kár felé, vagy nem 10 métert mentünk az autóba, és mondtam, hogy alánéznék. Vár, igen. Mennyibe fájt az alánézés? Úgyhogy tudok neked szerezni egy állást az RM Royalnál. Szilentek? Mit mondtak? Szilentek? Azt. Valami ilyen. Gömbösszekötő fej, vagy ilyen gumi. Ne, gumi. Azaz. Gumi. Gumi szilentek. Az, igen. Hogy azzal volt egy kis probléma, és megcsinálták. Hát azt cserélni kell. Segítek, ahol tudok, olyan vagyok, mint egy jó kis dobos. Meg is volt. Segítek. Meg is van. És amikor csomagtartóból jön az alja, akkor bekucorodnál? Nem, akkor kiveszem az esernyőt, meg az egészségügyi dobozt, és mondom, kössétek le az evidobozt, és vegyétek ki azt a szponzor esernyőt, amit még 3 évvel ezelőtt nyúltál egy alianszos partiról, amivel kisétáltál a Vigadóból. Mondjuk hát volt rá mondjuk lehetőséget bőven, hogy kikupál a rover mellett. Megtudni a minőség, mi? De most komolyan, és fülre megmondta. Azt mondta, hogy van valami probléma, bevittük, mondom, nézzük, már meg azt is mondom, hogy legyen neki igaza. Bal egyen Mónika, jobb egyen Janitot, kette átnéztek, tudod, pussolját, ezt nap, tudod, miért? Ne, ez autó, érted, most mit izé arcos kocit, mert beültél, és elviszünk a kocsit, ilyen arcos. Mondom, én csak tanácsolom, sziasztok, kiszálltam, és végignéztem, hogy elmenek a rossz irányba. És még ráírtam, hogy szerintem ne arra menjetek, mert arra a reptér van. Arra van a kiállat. Mert csak mentek egy kört. Mentek egy egész kört a reptérre. Én még hívtam is, de szeretitek a reptérre. Mondom, hogy kiszáll az autó, na elég lesz, hogy köszönöm, és nem kell itt becinkelni a Honda. Na jó, van. Felfüggesztette az állásából a British Airways azt az 51 éves pilótát, képzeljétek el, aki durva képeket hozott nyilvánosságra. Ugyanis ez a pilóta, ez nem csinált más, mint hogy a repülőgép irányítása helyett a műszerfalra feltett lábakkal hány óra van? 8:26. 26. Maszturbált. Na most én ezt kikérem. Nagyon. Hát szerintem a legjobb helyen. Hogy miért azt juhát veszek? Miért nem azt csúvik? Miért nem egy vízergépen a rózsacíró azt csúvik? Ülök hátul, rettegek az életemért. Madárrajokat vizionálok, amivel a repülő összeütközik. Ez meg elölveri a pöckét. Hát nem már gyerekek, de komolyan mondom. Én hátul szűkölök, mert utálok repülni. Izzadok, szedem a szanaxot. Ez meg elől maszturbál. Hát kikérem magamnak, hát legalább csináljon úgy, mint a dolgoznak. Én örülök egy eseménymentes szolgálatnak így a pilótáknál. Feltett lábbal a hülye lefotózta magát. Ott van a kép egyébként, nekem nincs benne az adásrendemben, de láttam, mi Viki megmutatta. Feltett lábbal lefotózta magát a kis mesztelen vaskos combjait, hogy felpakolta az irányítópultra, és egyébként teszem hozzá, hogy nagyon-nagyon-nagyon pedáns módon bünteti magát. Tehát, igen, ő ügyesen csinálja. Igen. Tehát látszik rajta, hogy nem csak úgy, más ötletem nincsen alapon. És azt írja a British Airways, hogy a műszerfalon a hülyen látható a szériajelzés, tehát ugye ő lebukott. Azonosítható a csávó egyből. Lehet tudni, hogy legalább 2 járaton történne incidens, mert hogy több kép is felkerül. És ráadásul a szélvédő ott van egy családi fotó. Anyára gondol, akkor legalább anyára gondol. Hasonló szériaszámokkal nem csak repülőgépei, hanem szimulátorai is vannak a légitársaságnak, de a brit lapnak nyilatkozó légügyi szakértők szinte biztosak benne, hogy a fotók repülés közben egy Boeing 777-es pilótafülkében készültek. Ezt támasztja rá is, hogy a BA felfüggesztette Glovert, bár a férfi tagadja, hogy szerepelne a képeken. Nem csak, mi van, csak a combod van meg a makkod?
behívnak azonosításra? Hát és akkor ki? Az első vagy ugye a főpilóta, vagy a másodpilóta csináltam, vagy az egyik férfi sztyúi. Érted? Hát azért van már verzió rá. Na de közben ott belekerül egy turbulens kis légörvénybe, ő meg tényleg ott hegyezi a makkot, de letolt nadrággal, érted? Nekem fölkapcsolódik, hogy kapcsoljam be az öveket, leesnek az oxigénmaszkok. Érted, ezt Csubik arccal látom a rémületet. Ő meg elől. Hát ez milyen? Hát ez hogy van? Hát milyen világ ez? Hát erre, hát olyankor ugye finoman rá kell angolodni a témára, és így beazonosítani először is őket. Tehát amikor behívják a pilótát, meg a másodpilótát, és nem tudják, hogy kiről van szó, akkor én így, hát vagy igen, vagy így finom. Semmi extra, persze. Úgyhogy vagytok, családni, nem, melyikőtök van metélben? De egyébként nem az van, hogy nem lehetnek egyedül bent? Tehát nem lehet egyedül bent, hogy ne tud magadra zárni. Tehát mindig be kell imlani egy tyúvit. Vagy ha kimegy az egyik pisilni, akkor azt hiszem az a policy, hogy akkor viszont az tyúvi bemegy. Hát valaki csinálta a fotót. Igen, nem ő lőtte fölülről magáról, ahogy tényleg feltett lábbal ül. De nem lehet, hogy mögötte ők ültek, hogy mindenki végezte a munkáját? Vagy itt volt az ajtó, és valaki befotózott? Igen, 324-es. Hello! Igen, jobbra ült a másodpilóta, meg most gyerekek. Ha elkap az inger, nem tudok mit csinálni. Igen, imádom. Igen, mindig nagyon feszült leszek, ha nem tudok segíteni. Hát meg a felőnek a formájáról néhány felségi, mint az eszem. Na de érted, hogy azért ez mennyire szemtelen? Hát meg veszélyes. Jó, de hát nyomorúságosan ülsz azon a kicsi ülésen. Igen? Eszed azt az ehetetlen kaját, kis csészéből kortyolod azt a kis nyomorúságos fél pohár teát, amit kitölt neked a stewardess, érted? Tior kafi. Ő meg, tior kafi, érted? Közben rátszolnak, hogy kösd be magad, mert van turbulencia, ő meg elölézi. Hát legalább valaki megcsinálja azt, amit te gondolsz, amikor látod a stewardesseket, nem? Hát igen. Jó, mi is kimegyünk, na de mégiscsak vécére, érted? De most valljuk őszintén, ki az, aki még nem csinálta a munkahelyén? Neki a repülőgép a munkahelyén. Mindenki csinálta már a munkahelyén. És közben automatán van a gép? János, vannak azért kivételek. Tehát, hogy engem valahogy nem hozlátsz be a pénzverde. Igen? Mitől jöttél izgalomba? A függönytől, a rácsos ablaktól, vagy a zomlatozó vakolattól? Mi izgatott föl? Vagy a portás, hogy keresi a kártyáját? Nem, a lakatos műveiben láttam egy Samantha Fox képet 86-ban. Jó, elvihetjük ilyen irányba is egyébként, hogy tessék őszintén valami, hogy ki az, aki csinálta már a munkáját. Na jó, őszintén, de csajok is tényleg. Sőt, inkább csajok, a pasik nem érdekelnek. És a munkahelyeden hol? Tehát a íróasztalnál, a géped alatt? Mi történt? Csajok, jó pasik, kimenjenek, nem, a vizuális típus vagyok. A gépzsírozóba hátul. Egyedül hagyott a Józsi. Egyedül hagyott a Lajossal. Egyedül hagyott a Józsi a Lajossal. Csajok. Tényleg, ez legyen egy csajos téma, jó? Vagy hát leíratnak is pasik, de az le, majd... Igen, de azért nem olvas. Kikapcsolom a jobb agyféltekémet, és akkor kikapcsolom a vizualitást. Jó, vagy ne írjátok alá. Hogy ne lőjön ki, hogy csaj vagy pasi írta. Hívjuk fel Pető Györgyöt. Miért ő is csinálta? Hogy ő maszturbálta már repülőt. Nem, hát van egy pilóták. Egyáltalán, hogy tudott ő egyedül maradni? Hát azért engem ez érdekel. Egy 777-esen, hát nem maradjon már egyedül, és ne egy maszturbáló pilótával repüljek már, érted? Hát legalább végezzek komolyan a munkáját, hát az a 10 óra alatt bírja már ki, hogy nem nyúl magához, amíg én ott ülök hátul, vagy bármelyik költők, érted? Hát akkor lehet, hogy a Besenyi is csak azért csinált a kunsztokat, hogy ne rácsöpögjön? Na jó, felhívjuk a mi drága pilótánkat, jó? Igen. Hogy fog örülni, hogy ebben a témában nyilatkozhat? Felhívjuk. Mindenben ott van. És megkérdezzük. Feljük Pető Györgyöt egyébként, hogy ha legalább az egyik keze most szabad, akkor kérjük, hogy szimulálja az eseményeket. Na jó, drága hallgatók, csajok, elsősorban tessék, valljatok nekünk. Így van. Ugye ez egy érdekes téma, mert egyébként mindenkit érint, nem? Mindenki? De. Mindenki csinálta mindenki, hát gyerekek, minden. Na, volt már ilyen. Csajok, írjátok meg nekünk, hogy a munkahelyeteken mi volt a legextrémebb munkája, ahol. Jó? Miért? Parlament, a vadászteremben, akár. Gépsornál valahol. Mit használjuk, csak adjunk egy szót, hogy ne ez a... Már egyébként van, nem a szúrás, hát nem csúnya szó. Ez egy hivatalos orvosi. Így van, fölmegyek. Örömszerzés. Ez ilyen mammeros örömszerzés. Hát én nem azért csinálom, nekem ez meló. Örömszerzés, hagyjuk már 40 éves vagyok, gyerekek. Meló az meló. Bütyköltet nekem már. Mert az pasik csinálják egy nőszájban, ne adjunk őt, hogy igen, bütyköltem a könyvelőirodában, amikor egyedül voltam. Boldog percek? Nagyon Tiffan is, nem? Igen. Jó, akkor írjátok meg. Boldog percek. De rossz ez, úristen. Szexerem gyengétség a Bravo-tól rovatban. Írjátok meg nekünk.
Egy azt jelenti, hogy pénzverde, tehát hogy ezt a komolyan vetted. Azért. Még csak a pénzverde. Hát, így van. Valaki írjátok meg nekünk, drága hallgatók, tessék, jó, őszintén, elsősorban csajok, hogy kiesett már át a munkahelyen ilyenem. Jó? Mert ki mondta, Feri, te mondtad, hogy ez valószínűleg mindenki csinálta már a munkahelyen. Jó, úgyhogy jövünk az SMS-ekkel, tessék nekünk valami, könnyítsetek a lelkiismereteken. Miért mondott ezt ennyiszer, hogy teljesen egyértelmű? Csak nyugtass meg, hogy hát, akkor legalább minden... mondd meg a helyet, hogy hol, hogy oda nem menjek még ebből az egy hétbe. Hol nem? Ugye itt nem ahol ülök. Itt nem csináltam. Jaj, de jó. Bár ma reggel, amikor megéreztem a lecsószagot, akkor ez volt egy finom melevedés, nem? Na, mi? Tessék vallani, jó, drága arra, tökéletek. A tél paprikára. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3-9 múlt 3 perc, azt jelenti, eddig is jók voltatok, de az utóbbi hetekből kiderült, hogy tudtok még jobbat is. Jó zenék, még lazább műsorban, így kell csinálni, Szőcsi. Egy ebok a zenék, hogy közeleg a vég. Igen, hát ez a fiatal számodra, egy nagy kakukta esemény, meglepetés ez a mai nap. Hát 3-4 olyan zene volt, amiknek egy részét még én hoztam be, akármikor, valamikor még a múltban. Szerintem ez is meglepődött a zenei szerkesztőnk, amikor meglátod, hogy már benn van. Ez a jó kis Limp Bizkit szám, de hát ez az óriási. Volt, igen. Óriási. Na, ugye hírek előtt arról beszélgettünk, hogy felfüggesztett állásából a British Airways azt az 51 éves Colin Glover nevezetű kapitányt, aki durva képeket hozott nyilvánosságra, amiben egyébként ő a repülőgép irányítása helyett a műszer falra feltett lábakkal scratchel. Ja, nem a csajok scratchelnek. Akkor polírozza. Igen, szamaszturbál, ez a lényeg. És repülőgépen látható a szériajelzés, egyértelműen be tudták azonosítani, felfüggesztették, bár a férfi nyilván tagadja, hogy szerepelne a képeken, mi pedig arról beszélgetünk, hogy milyen nyomorúságos helyzet, hogy te próbálod magad félve bekötni egy turbulenciában, eszed a kis kesudiódat, a kis műanyag pohárból iszed a kis nagyon rossz teádat, miközben ő pedig egyedül, ráadásul egyedül, bent a pilóta fülkében, hát örömet szerez magának. Nem igazságos elosztás ez. Ráadásul pénzt kap, te meg fizetsz, érted? És mégis az, akinek sokkal jobb, szóval, hogy ez nem egy túl baráti hozzáállás. És arra gondoltunk, hogy felhívjuk a mi drága pilótánkat, Pető Györgyöt, csak hogy meséljen nekünk egyet, hogy tud egy pilóta egy ilyen komoly járaton egyedül maradni, mert szerintünk az a policy, hogy legalább egy sztyúginak bent kellett volna lennie. Nem? Hát vagy lehet, hogy benn volt, csak azt mondta, hogy bocs, nekem ez kicsit fontos. És a másod pilóta? Valami zörök hátul megnéznéd? Igen. Na, gyerekek, tudjátok, hogy baj van. Igen. Mert nem csináltunk szignált. Még van egy hét, hello. Persze. Na de várjál, találtunk mást. Na. Jó? Ne, már elsírja magát. A végén felkonferáljuk, figyelj. Pető Györgyöt! Halló! Jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Nagyon meg vagyok hatva. Na, látod? Látod. Nem felejtünk el. Nekem egy kicsit elbizonytalanodtam, mert nem tudom, hogy most... légügyi szakértőként, vagy maszturbációgyi szakértőként. Figyelj, a repülés van mindig te. Ha komoly, akkor azért, ha nem komoly, azért, jó. De mi, ha repülés van, mindig te jutsz eszünkbe. Mi most maszturbációgyi szakértőként. Hogy mind a két témában otthon vagy. Vegyes. Figyelj, ez egy 777-es elvileg egy Boeing, ami azért egy nagy gép, lehet, hogy tengeren túli. Hogy tudott ő egyedül maradni a pilóta fülkében? Hát ugye azt gondolom, hogy több feladatnak kellett megfelelni. Ugye az első az volt, hogy valahogy meg kellett kérni az első tisztet, hogy tényleg nézzem már ki az utasok közül, hogy mindenki jól van-e. Utána a következő lépés nyilván az, hogy azért a berendezést, mármint a hímnemű berendezést azért állapotba kell hozni. Igen, és hát a műszer azért ez nem az a látvány, amitől úgy hirtelen izgalomba jön az ember. Hát, a műszerfal vagy mi az, igen. Mert én sem szoktam például, tehát nézem sokat, de nem történik soha semmi. Ugye az egyik fotón látszott, hogy ráadásul egy ilyen majom mintás alsónadrág volt a pasinak, ugye le kellett tolni. Igen, elég nyomorúságos a kép, hogy gyulott ilyen feltett lábakkal egyébként, igen. Plusz egy ilyen szexi netharisnya is rajta volt a csávon, azt gondolom még felvett az egyenruh előtt otthon. Tehát azért erre készült. Na jó, de hogy miért? Tehát, hogy egyébként miért csinálta meg ezt a képet, és miért töltötte föl, ugye ebben az érdekes, hát beazonosítható, ki is derült egyébként, hogy a széria jelzés alapján gyorsan vissza is tudták keresni. Ott van a lajstrom a repülőnek, és látszik egyébként a műszerfalos fotón, hogy a repülő éppen repülés közben van. Plusz ugye azért van még egy technikai probléma is, hogy az egyik kezével fogja a bot kormányát. Az igazi? A sajátjára gondoltam. A másikkal meg fotózgat. Tehát, hogy, és akkor az újságot még ki kellett oda rakni a műszerfalra. A műszerfal ráadásul nem teljesen vízszintes, úgyhogy az is egy ilyen macer, hogy beállítani az újságot. Tehát, hogy egy csomó dolognak kellett megfelelni ahhoz, hogy itt valami sikert érjen el. Életemben ilyet még nem láttam. Amikor a cikket olvastam,
sírógörcsöt kaptam a rögéstől. Igen, hát nektek pilótáknak azért ez egy elég furált, ráadásul tényleg rólatok mindenki azt gondolja, hogy azért ez egy komolyabb hivatás, komolyabb szellemiség kell hozzá, nem azt. Aztán tessék. Kinyílik véletlenül az ajtó, és azt látod, hogy ott maszturbál a pilóta feltett lábakkal a kokpitben. Szóval hát, unatkozott, hát azért érted, ez egy tengeren túli út lehetett, repül a gép 10-11 órát, hát gondolod, hogy egy kicsit kedveskedik magának. Figyelj, ez tényleg nem lehetett, hogy itt volt ez a majom mintás alsó, meg hogy ott volt a Lajstrom szám, meg az egész olyan beállított kompozíciónak tűnt. Nem lehet, hogy itt tényleg egy fogadásról volt szó, amit elveszített? És neki be kellett bizonyítani, hogy igen, azt meg fogjuk csinálni, és a haverok majd nézik, jó, posztolom. Na jó, de felteszed a közösségi oldalra, hát azért felfüggesztenek. A vicc az egészben az, hogy ugye azt gondolná az ember, hogy azért függesztik fel a pilótát, mert hogy mondjuk maszturbál menet közben is, ráadásul a British Airways nem ezért függeszti föl. Azért függeszti föl, mert nem volt bekötve. Ne! Halál komoly. Tehát ugye az érv, a jogi érv, hogy ő úgy csinálta ezt az egészet, hogy nem volt bekötve, ergo, ha mondjuk turbulencia lett volna, és ő volt egyedül a pilótafülkében, akkor mondjuk felrepül a pilótafülke plafonjára, ott elkenyődik, és akkor nincs, aki vezesse. Ő is elkenyődik. Tehát lehet disznót vágni, maszturbálni, kolbász szölteni, bármi, de az ember legyen bekötve. Tehát nagyon-nagyon precíz a British Airways egyébként, tehát minden hát bekötve. Ugye, kedvesek, tehát hogy végül is magadhoz nyúlhat, csak legyél bekötve. Szenzációs. Egyébként fölfüggesztik, kivizsgálják, van az, hogy visszahelyezik, nem? Szóval ezért áll nem veszti el valaki a repülési engedélyét. Hát figyelj, hogy azt hiszem, hogy a szakmai múlt, az elmúlt, nem tudom, 10-20-30 éves aviatikai történelemben nem volt még saját magának kedveskedő pilóta menet közben, ezért azt gondolom, hogy erre nincs precedens, de csodálkoznék, hogyha kapitányként visszakerül, esetleg szerintem leminősítik első tisztnek, és akkor majd ő megy ki akkor, amikor más kedveskedik magának. Igen, azért mindenki ismer mindenkit, azért ez egy kellene kemény pillanat, amikor szállsz fel a gépre, és öröknek azt csúvít, mert megjött a maszturbáló pilóta. Szóval azért nem egy hálás élethelyzet, mikor mindenki tudja, hogy mindenki te volt, hogy tudja, hogy te voltál. Hogy... Figyelj, ilyen empirikus tapasztalat, úgyhogy nem akarod ezt egy hosszabb tengeren túli járaton letesztelni, hogy ezt hogy csinálhatta? De repülsz valahova? Vegyen föl videóra nektek? Hát bizonyíték kell. Igen, és ragaszkodunk a majom mintás alsót. Anélkül fel se szállok. Igen. Van valami hosszú járatod? Mostanában vagy lesz? Megyek Amerikába. Úgy ki tudnám próbálni, ha szeretnétek nagyon. Hát jó, hát oda legalább egy 10-12 órát. 12 órát repül az ember. Figyelj, beszéljünk még erről, ezt még gondoljuk át. Ezt emésztük ezt a kérdést így közösen. Jó, de abszolút egyedülálló pilótaként szól a State meg nekünk. Nagyon szeretünk, hogy azért ezt a részt csak is. Ez nagyon jó lett. Csak legyél bekötve, csak legyél bekötve. Így van. Figyelj, és meg kell mondanom egyébként, csak így a nekrológ ügyében, hogy sajnálom nagyon, hogy jövő héttől itt már nem tudunk szakérteni együtt. Aj, de helyes vagy, hát köszönjük szépen. Még ha valami történik jövő héten, esetleg magadról föltöltesz egy képet az Instára, akkor még fel tudunk hívni szakértőt a fotóidat. Jövő hét szombaton vagyunk utoljára ebben a formában. Legalábbis. Ezt fejbe fogom tartani. Igen? Hát készült valami ünnepi fotó, valami ünnepi fotó összeállítása, lepje meg minket, igen. Jó, figyelj, addig még annyi minden történetet, ki tudja, mi lesz még, tudod? Hát itt szokták mondani, hogy azért az még hosszú idő. Pihensz most, vagy éppen vagy valahol? Most éppen pihenek, jól érzem magam. Nem kedveskedek magamnak, csak jól érzem magam. Ha, ja, igen, meg de ahogy letesszük. Valami nagyon napos országban valahol, vagy itt vagy velünk a majdnem hóesésben? Itt a hegyen vagyok, a második kerületben. Na, hát na akkor jó. Az jó. Az jó a vétel, tehát jól lehet benneteket hallani. Jól van. Figyelj, vigyázz magadra akkor, jó? Ha okay. Nem történik semmi, jövő héten nem beszélünk, de úgyis keresni fogunk valahol valamilyen formában. Nagyon fogom várni. Rendben. Sziasztok. Vigyázz magadra, imádtuk. Köszönjük szépen. Pető Györgynek köszönjük. Ciao, ciao. Hát, hogy mennyire jó arc. Ez nagyon. Te mindenről, nem? Akármilyen a téma, akkor is tud velünk jönni. És hát lehetett érezni a hangján, hogy azért van tapasztalat. Valami. Igen. Jönnek ki, jöttek SMS-ek? Csak csajoktól, pasi SMS-ek nem érdekelnek. Megy a scratchelés. Igen. Angliában egy automosóban Melvin, a jamaikai kollégám rendszeresen... Kapta el az ipari porszívót. Önök azt mondja, tudomására jutott, kicsit befenyegette, enye-menye. Elveszítheted az állásod. Atyó Isten. Távközlési cégnél dolgozom, egyszer előfordult, amikor mindenki hazament, akkor az asztal alatt rosszalkottam a munkaidőben, aztán folytattam a munkámat. Szép az élet, ha izgalmas. Puszi fiúk. Ezt fiúk írták, vagy puszi fiúk, de lány írta? Lány, 25 éves és L. Nem vagyok hajlandó férfiak SMS-ét ebben a témában beolvasni. Bár látom a falon, többnyire pasikina. Diák munkásként a Mekiben dolgoztam. Fiú vagy lány? Jó, Zsófi, olvashatom, oké. Egyik munkatársammal elvonultunk az öltözőbe egymásnak örömet okozni, amúgy egyszer a mostani melóhelyemen reggel scratcheltem a vécében. Nem volt idő befejezni a huncutkodást, nem bírtam magammal, iszonyat hisztis voltam.
Puszi Zsófi. Látod, ez a kollégáknak is jó, mert vége volt, kijöttni, megnyugodott. Igen, amikor olyan munkám volt, hogy város kellett járnom munkaidőben, én hazugrottam a barátomhoz egy kis feszültségoldásra. De ez scratchelés munkáján soha. Hallod, Jani? Uh-huh. Dóri küldi meg. Én Ákos hangjának hallgatása közben szoktam krumplit pucolni. De nem a munkában. Aha, az krumplit nem rossz. Van ilyen, hogy valaki hallgatja az Ákos csaj, és akkor 3 percet Donald Trumpra nem estek a tőzsdék, hanem inkább emelkedik, és valaki egy csaj, meg a másik biztos oldalon, meg Ákos felkiabálással nagyon scratchel. Az a baj, mi látjuk is. Mi? Ákost? Aha. Hát, becsukott de ha nem látnám is, nehezen jönne meg az ingerencia. Igen, ugye becsuknak egyszer a szemeinket mindannyian, nem biztos, hogy elindulna a jobb kezünk a slicünk irányába. Igen. Biztonsági őrként dolgozom, 45 éves nő vagyok. Túl vagyok mindenem. Puszi Anna. Budapesti világparkban a céllövöldében értem célban sunyiba. A zsetonváló pult, a zsetonváltó pult alatt. Nagy volt az unalom, nem volt mit tenni, Ivi küldte nekünk. Vidámparkban a céllövöldében a zsetonváltó pult alatt. Ez azt tudod, hogy szinte teljesen zárt, ugyebár az üvegen keresztül ott belátsz, de a pult alá nem. Igen, Csubi vagyok külföldön. Sokan nem tartják be ezt az új szabályt, miszerint két embernek mindig kell lenni a pilóta fülkében. A légitársaságnál is voltak hasonló sztorik. Barátom a pacsiával a pilóta szexelt. Micsoda? A barátnőm a pasiával, aki pilóta szexelt a pilóta fülkében, míg a másodpilótát kiküldték onnan. Azért ez jó. Nem, ez elég durva sztori. Úgy szólt, az elsősorban is azt látod, hogy egy nő kibe megy, közben kijön a másodpilóta, mert a nyögnek, te meg ott ülsz, csatolod be az övedet, mert kigyulladt az üveg becsatolását jelző tábla. Nem már egyébként. Igen. Woody ellen mondta, hogy szálljatok le a maszturbációról, végül is szex valakivel, akit nagyon szeretek. Igen, köszönjük szépen. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.